Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim, tisztelt vendégek, tisztelt jelenlevők. Lassan elkezdődik ez a remélem érdekfeszítő és izgalmas és hasznos televíziós beszélgetés. Tisztelt nézők, tisztelt polgármesterjelöltek, tisztelt megjelentek. Üdvözöljük Önöket az alkalmi televíziós stúdióban, a Párkányi polgármesterjelöltek nyilvános kerekasztal beszélgetésén. Úgy, ahogy 2014-ben, most is változatlan szabályokkal és dramaturgiával zajlik majd ez a televíziós fórum. A kerekasztal beszélgetés szabályait és témaköreit minden meghívott jelölttel előre egyeztettük, örülünk, hogy elfogadták meghívásunkat. A konkrét kérdéseket viszont csak itt, most, a helyszínen ismerhetik majd meg a résztvevők, minden jelölt ugyanazt a kérdést kapja. Mivel a kerekasztal beszélgetés egyúttal tévéműsor is, amelyről felvétel készül, ezért ma csak a műsorvezető tehet majd fel kérdéseket. A résztvevők válaszadási sorrendjét most a fórum előtt nyilvánosan sorsoljuk majd ki. A szabályok a következők, 3 forduló lesz, az első fordulóban a műsorvezető tesz majd fel kérdéseket, és a jelöltek a kisorsolt sorrendben válaszolnak. Minden jelöltnek ugyanannyi idő, azaz 2 perce lesz a válaszadásra. Ha a 2 perces limitet túllépi, akkor még befejezheti a mondatát, de ugye új gondolatot meg új mondatot már nem kezdhet. Itt az elektronikus óra mellettem, illetve a digitális kijelző, a kolléga erről majd gondoskodik, önök is látni fogják az idő limiteket. A második fordulóban a polgármester jelöltek egymástól is kérdezhetnek, tehát feltehetnek egymásnak is egyetlen egy kérdést. A válaszadási idő itt is 2 perc lesz. A harmadik forduló pedig végezetül az a legegyszerűbb, mármint technikailag. Itt pedig a harmadik fordulóban zárásként a jelöltek egyetlen egy percben közvetlenül is szólhatnak majd önökhöz, azaz a választókhoz. Remélem még egyszer, hogy nagyon hasznos, tartalmas és érdekes esténk lesz. Rögtön kezdünk. Annyit még közlök a tisztelt jelenlevőkkel és a közönséggel, hogy a jelöltek megegyeztek abban, hogy a televíziós beszélgetés alapnyelve, azaz amin folyik, magyarul zajlik majd ez a rendezvény. Természetesen semmi gond nincs, mert nekem szlovákul is el vannak készítve a kérdések, és amennyiben bármelyik jelölt könnyebben fejezi ki magát szlovákul, akkor nyugodtan válaszolhat szlovákul is, de ugyanakkor az időlimit az nem változik. Vážení diváci, vážení kandidáti na post primátora, vážení prítomní. Srdečne vás vítam všetkých v našom improvizovanom televíznom štúdiu na okrúhlom stole kandidátov na post primátora v Štúrove. Ako v roku 2014, tak aj dnes bude prebiehať televízne fórum s nezmenenou dramaturgiou a s takými istými pravidlami. S pravidlami besedy kandidáti boli vopred oboznámení aj s tematikou. Sme radi, že všetci prijali naše pozvanie. Avšak konkrétne otázky nepoznajú, s tými budú oboznámení len tu, počas priebehu televízneho záznamu. Každý kandidát dostane tú istú otázku. Nakoľko počas besedy prebieha aj televízny štúdiový záznam, priestor na otázky bude mať výlučne len moderátor. Poradie odpovedajúcich kandidátov bude vylosované tu teraz hneď, na začiatku. Toto poradie bude platné počas trvania celého fóra. Pravidlá sú nasledovné. V prvom kole kandidáti dostávajú rovnaké otázky od moderátora. Každý kandidát na post primátora bude mať rovnaký časový limit na odpoveď, to jest do 2 minút. Keď náhodou kandidát prekročí dvojminútový limit, tak ešte môže dokončiť vetu myšlienku. V druhom kole kandidáti budú mať možnosť na jednu otázku voči jednotlivým kandidátom. V tomto prípade taktiež platí dvojminútový limit na odpovede. A na záver, v treťom kole jednotliví kandidáti môžu bezprostredne priamo osloviť voličov v časovom rozsahu 1 minúty. Dúfam, že dnešný večer bude zaujímavý a užitočný. A teraz začíname s losovaním. Ďakujem.
Tehát az egyes számot, ahogy jól látom, Nagy Károly jelölt úr kapta, illetve húzta ki. A kettes számú jelölt lesz most Lukovics Tamás úr. Harmadikként fog megszólalni a választás sorrendjében Eugen Szabó polgármester úr. Negyedikként Norbert Parkanski úr, és ötödikként Szalatnyai Gábor úr. Stábunk összesen 15 kérdést készített elő a jelölteknek, úgyhogy kezdenénk is. Az első kérdés így hangzik. Régóta húzódó és komoly gond Párkányban, hogy a fiatal családok nehezen jutnak megfizethető lakáshoz, telekhez. Ön miképp oldaná ezt a helyzetet, milyen forrásokat tart lehetségesnek erre? Megkérem akkor a kisorsolt válaszadás sorrendjében Nagy Károly urat. Pillanat. Indul. Jó estét kívánok! Hát először is ehhez azt szeretném mondani, hogy szociális biteket kellene, lakásokat kellene építeni, így kellene segíteni a fiatalokat ahhoz, hogy lakáshoz jussanak, vagy pedig őket kellene elsősorban részesíteni telekvásárlásba lent a Öreg utca, vagy pedig bizonyos helyeken, ahol a városnak vannak szabad telkei. Tokcem podadže, maldým rodinám viszont tak pomáhal, že by som nechal postaviť buď sociálne byty, alebo ich prednostniť odkúpení pozemku Stará ulica, alebo iných voľných miest, čo má pozemkov Štúrovo. Köszönöm. Másodikként Lukovics Tamás úr válaszol a kérdésre. Jó estét kívánok, köszöntök mindenkit. A kérdésre úgy válaszolnák, hogy szintén jó dolog az, hogyha szociális lakások épülnek, köztes megoldásként tudom ezt elképzelni, de hosszú távú megoldásként elsősorban a fiatal családoknak a lehetőségét kéne megteremteni arra, hogy az életüket megtervezzék munkájukkal és a jövőképünkkel. Ugyanakkor a városnak természetesen lehetőséget kéne biztosítani, ha nem is azonnal, de jövőben minden bizonnyal, a jutányos áron a telkeknek a megvásárlását, hogy családi házat tudjanak építeni, hiszen az a természetes életforma, mint egy dobozba beülni. De elsősorban szeretném hangsúlyozni, hogy a városnak a jövőjét, ha jól megtervezzük, akkor egzisztenciát tudnak teremteni a fiatalok, és sokkal könnyebben meg tudják oldani akár a lakás problémájukat is. Röviden ennyi a válaszom. Köszönöm szépen. Harmadikként Eugen Szabó, polgármester úr. Köszönöm szépen. Dobrý večer, prajem. Dovolte, aby som vás všetkých privítal tak tu v sále, ako aj pred televíznymi obrazovkami. Ďakujem, že ste prišli, že ste si našli čas na to, aby ste sa oboznámili teda tými jednotlivými programami a nápadmi, čo tu kandidáti chcú prezentovať. Čo sa týka otázky, tak v prípade už existujúce vedenie mesta si uvedomilo, že toto je veľmi pálčivá otázka, tak preto sme, čo sa týka mladých rodín, sme rozbehli dvojaké aktivity. Jedny aktivity smerujú k tomu, že sa snažíme vytvoriť a vybudovať byty, málo podlažné, takže malé byty a hlavne lacné byty. Nie sociálne byty, lebo to je separátna kategória, ale byty lacné, aby si mohli prenajímať mladí ľudia na jednej strane. A zas na druhej strane tí, ktorí už sú tak viac menej etablovaní a si chcú rodinný dom postaviť, tak posledne sme predali 6 pozemkov na výstavbu rodinných domov. Si myslím, že v tomto smere treba pokračovať. Mindenkit nagy szeretettel köszöntök ma este. Köszönöm, hogy eljöttek úgy a terembe, és üdvözlöm a tévénézőket is.
Igen, a fiatal családok esetében első legfontosabb dolog a munkahely. Minden ettől függ. Következő a lakáshoz való jutás lehetősége, ami annyit jelent, hogy elsősorban főleg olcsó lakásokat szeretnénk építeni, annak érdekében, hogy ezeket a lakásokat bérelni tudják, illetve azok, akik kicsit már hosszabb távon gondolkodnak, nekik szeretnénk telkeket, illetve ezt így is tettük, telkeket adtunk el, mégpedig a Sobieski utca, illetve a Kövesdi utcán. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Parkanszki Norbert. Jó estét kívánok, dobrý večer. Hát igen, ez nagyon nagy probléma Parkanban, mert nagyon jól tudjuk, hogy sok ember venne lakást, de nincs eladó. A másik dolog, ami nagyon figyeltem, hogy 10 év alatt körülbelül 600 lakosság, vagy lakos ment el, mert voltak nagyobb számok, a Trivali Popit jobban mondva, hogy be voltak jelente. De ez egyik probléma, hogy lakás hiány van, de viszont még munka lehetőség nagyon nincs. Úgyhogy ebben kettővel kellene dolgozni, viszont vannak példák, tanulhatunk más, például faluból is, hogy adnak lehetőséget építkezni a fiataloknak, szimbolikus árért adnak telket, és főleg szerintem új utcát is, vagy van egy Sobieski utca, amit lehetne folytatni tovább. Nem mondom, hogy szimbolikus egy eurója árjuk a telkeket, de viszont el lehet adni egy olyan áron, hogy visszajön ez a költség, hogy tudjuk a infrastruktúrát odahúzni a házakhoz. Igen, erre dotáció logikus, hogy nélkül nem megy. Most meglássuk, hogy 2020-tól, vagy 2021-től, amikor ez az új uniós támogatást, ha megnyílik a csomagok, mit fogunk tudni majd megpályázni, de viszont meg lehetne keresni egy investort, akinek adni egy telket, és ő felhúzna, lehet, hogy egy bélakásokat, amit majd jó áron lehetne eladni a fiataloknak. Köszönöm szépen. Szalatnyi Gábor. Köszönöm szépen, jó estét kívánok. Rögtön számokkal kezdeném. 10 év alatt Parkán, 10 év ezelőtt 12.500 lakosa volt, most 10.500, úgyhogy nem 600, hanem 2.000 lakosa lett kevesebb. Igen, elfogadtuk mind képviselők, meg a polgármestere együtt a hét, ez a kezdet, a héttel Kete Öreg utcába, ebből ma hát azt hiszem elkelt. Csak itt hozzá kell tenni, hogy ezek a telkek fel voltak értékelve egy bizonyos összegre, és a testületi ülésen felhozta a városi tanács, hogy dupláján adni, dupla pénzért. Megkérdeztem, hogy miért duplán, hogy ez a segítség a fiataloknak. Úgyhogy már adta azon a áron, hogy föl lett értékelve. Én a jövőben azt szeretném, vagy úgy látom, hogy megkérdeznénk a embereket, milyen lakásokra van szükségük. Egyszerű. Megmondanák még családi házakot, ebből ki tudnánk indulni és azt építeni, amit a többség akar. Ez én szerintem ilyen egyszerű. Vítam vás všetkých, poviem to aj po slovensky, hovorím, za 10 rokov klesol počet obyvateľov mesta o 2000 ľudí. Do budúcna by som sa chcel opýtať občanov, hlavne mladých, na čo, jaké byty uprednostňujú alebo rodinné domy. Vieme, že v dnešných časoch nemajú ľudia peniaze. Z tohto dôvodu by som hľadal všelijaké cestičky, ako znížiť ceny pozemkov, mestských pozemkov pre mladých začínajúcich, lebo vieme, že kto si tu založí rodinu, tak ten väčšinou tu ostane. Samozrejme, a zamestnanie si musí nájsť. A z toho dôvodu by som, jednoducho by som sa opýtal občanov, urobil by som anketu, na jaké byty alebo domy, aké byty a domy je záujem. Ďakujem toľko. Ďakujem szépen, ďakujem pekne. Rögtön megyünk a második kérdésre, hogy ne vesztegessük az időt. A második kérdés így hangzik. A Vadasfürdőben nemrég nyílt meg az új wellness, de hát ugye tudjuk, hogy önmagában ez nem oldja meg a téli úgynevezett turisztikai holtidénynek a problémáját. Kérdés, milyen turisztikai idegenforgalmi fejlesztéseket képzel el, és miből fedezné ezeket? Mit és miképp változtatna meg a fürdő működésében? Kisorsolt sorrendben, Nagy Károly úr, tessék parancsolni. Hát először is nem tudom,
ki mit számított erre wellnessre most, hogy a turizmusnak építjük, vagy a hotelnak, mert ez két különböző dolog. Amúgy még annyit, hogy a turizmus tényleg csak egy szép nagy wellnessre lehetne ide csábítani. Ha már ide csábítjuk a vendégeket, akkor lehetne felújítani például a sportcsarnokot, a hozzátartozó hotelt is, és akkor lehetne egész évben sportolókat fogadni. Összpontosításokra járhatnának ide sportolók. Ezzel nagyon sokat segítenénk a városnak a bevételébe is, és a látogatottságba például. Egy posztolomenszki mám to povedať? Že ten wellness, čo sme teraz postavili, to podľa mňa pre hotel veľký, pre turistov je to maličký, to mal by byť určite rozšírený a mali by sme postaviť športové ihrisko, ako telocvičnú obnoviť a zime by sme mohli tu obieť, ako donesem športovcov na sústredení a to nám strašne by pomohlo Štúrove aj zime. Köszönöm, Lukovics Tamás úr. Köszönöm. Hát ez egy összetettebb kérdés. Itt több témát érintett Muchlovics úr. Ezt a kérdést csak egészében tudnánk jól megoldani, és nem csak a fürdő területében kéne gondolkodnunk, hogyha valóban fizetni magasabb árat hajlandó megfizetni egy vevő, egy ilyen igényesebb vevőt igényesebb programmal tudunk ide vonzani Párkányba. Tehát elsősorban ez a wellness hotel, ami itt megépült Párkányban, ez nem tudja kielégíteni az egész éves igényeit egy ilyen szolgáltatásnak. Egy egész éves, tehát csak egy konferencia wellness tudnak kielégíteni nagyobb kapacitással, ezt pedig hosszú távon kéne jobban terveznünk. De ez összefüggésben van a városnak az egész marketing tervezetével, illetve az egész város koncepciójával, hogyan megfogalmazni a turizmust, mint olyat, és nem csak egy kempingben gondolkodni, most bocsánat, hogy ezt mondom, ahol fabarakok vannak. Nekünk a városban kell gondolkodni, a várost kell felfejlesztenünk egy olyan szintre, hogy az igényesebb bevőkört fogadni tudja. Ezért van szükségünk egy átgondoltabb terve, amire most itt ennél az asztalnál lehet ugyan tippeket mondani, de ezt egy szakavatott marketing teamnek kéne kidolgoznia, amit már egyébként ki is dolgoztak, illetve újra ki lehetne dolgoztatni, és akkor egy átfogóbb tervvel tudnánk valamiben lépni és megvalósítani. Ennyi volna a válaszom. Köszönöm szépen. Eugen... Köszönöm szépen, Eugen Szabó polgármester úr. Takže v prvom rade, keď hovoríme o turizme, vždycky musíme rozlíšiť, či hovoríme o letnom turizme, alebo hovoríme o turizme mimo letnej sezóny. Čo sa týka letnej sezóny, Štúrovo je absolútne dobre etablované. Štúrovo má 350 tisíc prenocovaní, čo je fantastické číslo. Postupne sa dopracovalo k tomu a to všetko vďaka letnému turizmu. Štúrovo má priestor na to, aby sa zlepšilo v oblasti mimosezónneho turizmu a prvý krok sa spravil práve vybudovaním wellness centra. Prvé čísla, v podstate tie jarné čísla ešte neboli žiadne poriadne, ale tie prvé čísla ukazujú, že už vyťaženosť hotela vzrástla o 10% v septembri, a októbrové čísla ukazujú, že rastie o 20%. Takže presne tak sa naplňajú tie ciele, ktoré vďaka wellnessu sme si zadefinovali. Mimosezónne, povieta to maďarul, a sezónom, nyári sezónom kívüli turizmus illetően sok a teendőnk. Az alapokat jól letettük a wellness kapcsán, viszont további attrakciókra van szükség, és ezen dolgozunk. Egyik ilyen attrakció a kerékpár utak. Mindenképpen az elkövetkezendő 4 évben ezen a területen szeretném, hogyha kilépnénk. A másik pedig az olyan attrakció, mint például a helyi termék,
vagy a gasztronómia. A helyi termék, itt gondolok egy új piactér kialakítására, egy új bemutató tér kialakítására, ahol igenis a helyi termelők tudják a saját maguk által előállított termékeket bemutatni, árusítani, illetve piacteret szeretnék a városközpontban létesíteni, amely szintén eztet támogatná. Tehát nagyjából ezek azok az elképzelések, amiket szeretnék foganatosítani a turizmus támogatása céljából. Köszönöm szépen. Norbert Parkanski. Hát igen, a wellnessről csak annyi, hogy szerettük volna 12 hónapossal tenni a fürdőt, de viszont nem olyan konkurencia képes ez a wellness, mint más városokban, de viszont ezen kell dolgozni, hogy minél több embert ide csalogatni. Az azt jelenti, hogy jobb reklámot jobban el kell adni, több ilyen attrakciót ebbe wellnessbe. Másik dolog, hát én szerintem járnak oda a parkanyák is, ha volna nekik nagyobb kedvezmény, mert ha már úgy veszünk, hogy ha már itt lakom, akkor minden lehetne nekem nagyobb kedvezményem a belépőre. Szerintem ebben is jobban ki tudnánk használni a wellness-t. A másik dolog, hogy igen, ez a turizmus. Nagyon sokat beszélünk, hogy parkánban, igen, vannak itt nagyon sok organizációk, akik tevékenykednek, a baba-mama klubosak, a nyugdíjas klubból, úgyhogy viszont ezekkel együtt jobban kellene dolgoznunk, már csak az véget, ha mert vegyük a öregfürdőbe, inkább investítettünk volna több pénzt, vagy oda kibővítettük volna egy medencével, amit lehetett volna folytatni ezeket a baba-mama úszásokat, és ide csalogatni a többi falukról is, vagy a környezetről a embereket, a fiatalokat, a családokat. A másik dolog, amit szerettem volna mondani, hogy a turizmusra együtt kellene dolgoznunk közösen a falukkal. Mert tudjuk, hogy ott is vannak értékek, például mint Kovácsovszki Kopce, vagy tényleg ezt a bicikli túrát is össze kellene, ezen kellene dolgozni, hogy olyan projektokat dolgozni, hogy tényleg összekötni a, és biztonságosra tenni a bicikli utat, mert sokan közlekednek biciklivel, és életveszélyes valamikor járni tényleg munkába. Úgyhogy a turizmust is jobban ki lehetne bővíteni a többi falukkal, és jobban dolgozni velük együtt. Köszönöm szépen, Szalatnyi Gábor úr. Köszönöm szépen. Amikor a wellness-t elfogadtuk, hogy föl lesz építve ezt a investíciót, akkor volt két variáns. Volt egy kisebb, ami a most, még volt egy nagyobb. A nagyobb az olyan volt, hogy nem bővíthető. Ez olyan, hogy bővíthető. Nincs gond, hogyha lesz nagyobb igény, ki lesz bővítve, még lesz oldal úgy, ahogy föl lett építve. Én szerintem Podhajska, Velký Meder, ezek után kell menni a téli turizmus. Ottan tudnak télen a bazénok nyitva lenni. Itt még nincsenek nyitva. Aki azt mondja, hogy kicsi a wellness, lehet, hogy ő neki kicsi. Én azért a feleségemmel, még gyerekekkel sokat járunk wellnessekbe. Csodálkozott a feleségem, hogy számolom a wellnessbe a ágyakot, hogy mennyi ágyak vannak, azért, hogy össze tudjam hasonlítani itába a wellnessre. Nem kicsi. Elő a hotel, hol nagyon is megfelel. Mondom, olyan variáns lett csinálva, hogyha lesz igény, duplára lehet növelni, vagy lehet növelni a kapacitást. Úgy, ahogy a polgármester úr mondta, ez a tél megmutassa, hogy milyen eredményt hozott a wellness. Ennyi. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megyünk tovább. Harmadik kérdés következik. Ugyanúgy a sorrendben. Jövőre lejár a szolgáltatóval a hulladékszállításra kötött szerződés. Ugyanakkor a KSOH komoly anyagi gondokkal is küszködik, ezt tudjuk például a legutóbbi önkormányzati ülésről is a nyilvánosról. Milyen lépéseket tenne ön ezen a területen? Nagy Károly. Hát na, ez most a szívügyem. Hát én nem tudom, milyen gondokkal küzdködik, de a technikai szolgálatot vissza kell venni, a városi legyen. Ott lehet biztos sok munkahelyet létesíteni. Meg lehet oldani a fizetést is, biztos, és a fű akkor van nyírva, mikor kell, akkor öntözik a virágokat, mikor kell, és akkor fogják vágni a fákot, mikor kell. Technické služby musíme dostat naspäť do rúk mesta. Tam by sme mohli strašne veľa ľudí zamestnať a im určite by sme vedeli dať aj výplatu. A tam by sme mohli hocikedy píliť stromy, kosiť trávu a polievať kvety. A všetko krásne toto všetko dať do poriadku mesto. Köszönöm szépen, Lukovics Tamás úr. Köszönöm. Én inkább megvizsgálnám először az adott szerződést, hogy mit tartalmaz pontosan,
és betartatni pontosan a feltételeket, mert tudomásom szerint nem rendelték, a város nem rendelte meg az összes szolgáltatást, amit meg kellett volna rendelnie, ezáltal a város nem volt rendezve, illetve nem volt rendezett. De azon túl fenntartom annak a lehetőségét is, hogy egy másik céggel szerződjünk, de ha már szerződünk, akkor írjunk jó szerződést, és azt tartassuk be. Ennyire egyszerű. Köszönöm szépen. Eugen Szabó polgármester úr. Tehát 2019 év végén lejár a 10 éves szerződés, a 8 darab 10 éves szerződés, amely a KSOH céggel köttetett. Én mindenképpen azt fogom támogatni, hogy ezt teljes mértékben értékeljük át. Tehát így, ilyen formában a szerződések meghosszabbítását nem támogatom. Úgy látom, hogy valószínű a különböző tevékenységek esetében különböző módon kell majd eljárni. Tehát meg kell majd vizsgálni, hogy hulladék gazdálkodás területén azt is tudjuk, hogy van külön a szelektíven gyűjtött hulladék, külön a vegyes háztartási hulladék. Tehát melyik esetben melyik lesz az a legelőnyösebb mód, ahogy aztán bebiztosítanánk azt a tevékenységet. Nincs kizárva, hogy valamelyik tevékenységre marad a KSOH, de semmiképpen nem ilyen komplex módon. Én csak egy rövid argumentációval szeretnék élni. Ez a grafikon mutatja azt, hogy milyenek az éves fizetések a város részéről a KSOH felé. Láthatjuk, hogy évről évre emelkedik. Tehát azt itt, amit Lukovics Tamás állít, hogy a város nem rendeli meg azt a mennyiséget, ez kérem szépen nem igaz. Van ott egy év 2016-ban, amikor kisebb, az azért van, mert a finanszírozás már a szelektíven gyűjtött hulladék esetében nem a városon keresztül ment, hanem ezeken az ernyő szervezeteken, amit úgy hívnak, hogy organizáció zodpovednosti výrobcov. Tehát igenis a város maximumot rendel a KSOH-tól. Az, hogy egy egyszerű fakivágásra vagy egy egyszerű bokorlevágásra 3 hétig kell várni, arról nem tehetek. Egyszerűen fogtuk magunkat és megcsináltuk saját erővel. Így van a sétáló utcán, a karbantartva a szökőkút, a padok, a parkok, meg is lehet nézni, hogy hogy néz ki. Tehát így látom a jövőt. Köszönöm szépen, Norbert Parkanski. Hát igen, ez a nagy probléma itt ebben a városban, hogy jönnek ide turisták nyáron, szép fürdőnk van, és amikor kimennek a városba, akkor csak a szemetet lássák, és nagyon rossz így fogadni a vendégeket. Igen, ez a szerződés meg lett írva, köti, úgyhogy már lejár jövőre, szerencsére. KSOH-ban biztos, hogy azon kellene már most dolgozni, hogy lassan beszerezni fűnyírásra való gépeket, tényleg felkészíteni ezt a céget arra, hogy tudjunk mink saját magunk tényleg rendet rakni, fenntartani azt a rendet. A másik dolog igaz, hogy venni most egy szemét kukás autót, ami 100 000 euróba kerül, úgyhogy ez fölösleges, ez erre nem mehetünk, de viszont olyan szerződés kötni jövőre egy olyan céggel, aki be tudna nekünk ezt biztosítani, de viszont kell keresni azt a megoldást, hogy igen, ezt a KSO-at a város felügyelje, a város vigyázzon és tartja fent a rendet, és ne legyen ez a probléma, hogy sokat kell várni arra, hogy a Szabó úr említette, hogy 3 hétig várunk valamire, és utána még tényleg csak az emberek panaszkodnak, tényleg ami látvány várja a turistákat, és ez nagyon szégyen, úgyhogy ezen kellene dolgozunk tovább, hogy a KSO-t jobban fejleszteni, de ma most. Köszönöm szépen. Szalatnyi Gábor úr. Köszönöm szépen. Én 2 hónap ezelőtt körülbelül a KSO igazgató úrral, nagy úrral voltam fönt az Védmi dvorba. Főmentünk, körülnéztünk a Prémiszemi Park területén, mert sokan mondták, hallottam a lakosoktól, hogy mennyi patkány, meg össze-vissza ott futkos, hát nem úgy van, körülnéztem, megnéztük, megbeszéltük. Mindenkinek a szívügye, én szerintem a lakosnak, aki kijön otthonról és meglássolta sok szemetet a kuka mellett, meg minden, ahogy ma már igen néztem a üvegeket, azok már 1 hete ott vannak. Úgy, ahogy a polgármester úr mondta, jövő novemberben jár le a szerződés. Totál át csinálni a szerződést,
egy tendért jelentkezhet más vállalkozók is, akik elvállalnak kiválasztani legjobbat. És olyan föltételeket kell tenni, hogy engem nem érdekül, hogy van egy összeg, amit megszavazunk, és nem érdekül, hogy esik eső, nem esik eső, a fűre lesz valaka. Ennyi. Pénzt adunk, egyszerűen ebben után kell menni, és mondom, hogy átdolgozni az egész 3 hologramot. Igaz az, hogy a utolsó 4 évben a szelektál hulladék, mentünk 24 vagy 26%-ra, 21%-ra, valami 4%-ra, nagyon szép dolog biztos, de ez nekünk a érdekünk, mert szelektálunk. De mondom, az a cég, aki jövőbe fogja csinálni a odpadói hozpodárstot, annak konkrétan meg kell mondani, ennyi pénzre ezt fogod csinálni. Ennyi. Köszönöm. Én is köszönöm. Megyünk is a 4. kérdésre, hogy haladjunk. A 4. kérdés a következő. Precedens értékű az Alkotmánybíróság által is megerősített ítélet mondja ki, hogy a 100%-os tulajdonú városi cégekben a cégközgyűlési jogkört kizárólag a mindenkori polgármester gyakorolhatja. Viszont sokan attól tartottak már régebben is, hogy pont emiatt az önkormányzatnak semmiféle érdemi hatása nincs ezen cégek működésére és gazdálkodására. Kérdés, miképp oldaná fel ön ezt az ellentmondást úgy, hogy a törvény és az alkotmánybírósági határozat is be legyen tartva, és miképp javítaná a 100%-os tulajdonú városi cégek feletti ellenőrzést és átláthatóságot? Tessék, parancsolni Nagy Károly. Hát elősorban csak a képviselőkkel, akik ott vannak a testületben, azoknak kell segíteni és kontrollálni mindent. Itt tudják felügyelni, hogy a polgármester jól jár el, vagy nem. Bizonyos, hát ő a 100%-os tulajdonos, akkor valahogy kontrollálni kell, csak a képviselők. Köszönöm szépen. Lukovics Tamás úr. Hát ez inkább egy jogi kérdés volt, de megkérdezhetjük a jogászokat, mit javasolnak majd ez ügyben. Nekem talán az jutna eszembe, hogyha a városi cégekről beszélünk, például a Vadasról és az Enervitről, erre gondolt? Akár. Akár. Nézze, itt több lehetőség van. Elsősorban a jogászokkal kéne átbeszélni a dolgot, mit lehetne tenni. Kéne egy felügyelő tanács, vagy egy igazgatói tanács, ami csak akkor lehetséges, hogyha mondjuk egy ilyen vállalat, mint például a Vadas is, átformálódna egy részvénytársasággá. Abban a pillanatban nem egy személy felügyeli a társaságot, hanem egy igazgatói tanács. Ezt csak egy lehetőségként mondom, nem készpénznek kell venni, de mindenféleképpen akkor az egy személyes felügyelő bizottságból egy több személyes szakavatott felügyelő bizottság irányítaná ezt a komoly vállalatot, amely nem tudom pontosan 10 millió eurót termel ki egy évben. Tehát ez is egy megközelítési forma, de ezt mindenféleképpen kéne konzultálni egy jogász csapattal. Ennyi volt. Nagyon szépen köszönöm, én csak annyit teszek hozzá, nem vitaképpen, hogy ugye az ma is működik, manapság is, hogy ezt most az önök idejéből nem vesszük el, persze, az ma is működik a mostani testületben, meg mindegyik testületnél működött, meg ma is működik, hogy a képviselő testületből vannak Dozornál Rada felügyelő tanácsban delegált jelöltek a mostani városi cégeknél is, én csak ennyit akartam hozzátenni. Természetesen, ha részvénytársaság, az egy egészen más pakett és más paletta. Polgármester úr, tessék parancsolni. Ja sa čudujem tejto otázke, lebo si myslím, že Štúrovo je unikátne, ako v tejto otázke sa snaží si zachovať práve to, aby poslanci mali dostatočný rozhľad o veciach, ktoré sa dejú v týchto obchodných spoločnostiach. Presne tak, je to prípad SRO-čiek, v našom prípade je to Enerbit a v našom prípade je to Vadaš SRO. Áno, zákon hovorí, že majetkové aktivity tam má na starosti alebo zo zákona dané právo primátor. Bodka. V Štúrove sa to robí takým spôsobom, že každé jedno zasadnutie valného zhromaždenia na takéto zasadnutie sú prizvaní členovia dozornej rady.
Ani jedno valné zhromaždenie sa nekoná bez členov dozornej rady. A členov dozornej rady tvoria poslanci. Takže podľa môjho názoru, napriek tomu, že zákon to nepredpisuje, napriek tomu sa to deje takýmto spôsobom. Takže maximálne je tu snaha, aby verejnosť prostredníctvom volených zástupcov, aby tam mala možnosť do toho nahliadnúť. Tehát párkányban ugyanúgy, ahogyan törvény előírja a közgyűlési teendőket, igenis a polgármester végzi, viszont minden egyes közgyűlési ülésre, gyűlésre megvannak hívva a felügyelő bizottság tagjai, amelyet a képviselők alkotnak. Tehát ebből a szempontból úgy érzem, hogy maximálisan a képviselőknek be van biztosítva az, hogy betekintést nyerjenek a társaság ügyeibe, plusz függően attól, hogy tartja a képviselőtestület a főellenőr programját, hogy sorolja be, azt szerint a főellenőr asszony is mindig tehát ellenőrzést végez ezekben a társaságokban. Köszönöm szépen. Parkanski Norbert. Meghallhatom ezt a kérdésszlovákul. Persze, te. Nyílsz a pácsi. De hogy ön tegye fel a szlovákul nekem, mert... Ano, moment. Existuje nález ústavného súdu, že vo firmách, kde má mesto 100% majetkový podiel, tak v týchto firmách kompetencie a právomoci valného zhromaždenia má výlučne primátor mesta. Avšak boli tu určité obavy z minulosti, že práve preto samospráva a mestské zastupiteľstvo v podstate nemá žiadny vplyv na hospodárenie a fungovanie týchto firiem. Ako by ste riešili túto spornú záležitosť tak, aby aj zákon bol dodržaný a popri tom, aby sa zlepšila kontrola a transparentnosť týchto mestských firiem? Nech sa páči. Áno, tak ja by som to spravil celý plný transparentným, aby sme videli, že áno, aké sú tam pohyby, výdavky. A dozoruje, ako to pán primátor rozpráva, že je tam dozorná rada, čiže členovia, ktorí sú tam poslanci zvolení. A podľa mňa bez obav nevidím tu nejaký problém zatiaľ. Treba dodržať zákon a ísť podľa zákona. Toto by som chcel iba tomuto dodať. Ďakujem pekne. Köszönöm szépen. Szalatnyai úr. Köszönöm. No, ez a probléma, ez már úgy, ahogy a polgármester úr mondta, ez így van, hogy van az a dozorná rada. Ahhoz, hogy sme informovaní o zasadnutí dozornej rady, hát, ahol az a informovanosť nem úgy működik, ahogy kellene, ahogy én képzelem, az biztos, hogy ez a dozorná rada van, de a tevékenysége, meg a munkája, én abban nem vagyok elégedett, így mondom, hogy a dozorná rada csak van. Ennyi. Köszönöm szépen. Következik az ötödik kérdés. Az utóbbi 4 évben idegenforgalmi és turisztikai fejlesztések céljából Párkány regionális társulások tagjaként kívánt pályázati pénzekhez jutni. Ugyanakkor viszont több esetben ez eredménytelen lépésnek bizonyult, ebből érdemi haszna nem sokszor lett a városnak, viszont a tagdíjakat továbbra is fizeti. Ön miképp oldaná meg ezt a helyzetet? Tessék parancsolni, Nagy Károly. Ha a városnak nincs végképp haszna ebből a tagdíjból, amit fizetünk, akkor szeretném megszüntetni. És ha valaki mégis mellette ragaszkodik, akkor a Párkányakot veszi el a pénztől, mert nem jön onnan semmi vissza, akkor a képviselő pénzéből fognám le. Köszönöm szépen, ez egy frappáns válasz. Po szlovenski mám to povedať. Poviem po slovensky, že tie veci, kde sme, povedzme, zaplatili nejaké peniaze do tých regionálnych vecí a žiadne prínos odtiaľ to nemáme. A keby som bol primátor a chcem to zrušiť a volák toto nedovolí alebo hlasuje proti, tak tie peniaze, čo od Šturovčanov zoberie, tak by som im zobral z výplatu, čo dostane za rok. Ďakujem, köszönöm. Lukovič Tamás úr. Itt valószínűleg a TDM-re gondoltak,
a Dunamente... Nem csak, elnézést. Többek között. Úgyhogy ha egyszer, ha egyszer beléptünk egy ilyen társulásba, akkor az elgondolás mentén akkor rendesen kéne végezni azt a munkát egy elképzelés szerint, hogy abból haszon is legyen. Mert ha csak beléptünk pro forma egy ilyen társulásba, akkor valóban csak források elszívása történik, és nem történik belőle semmi haszon. Tehát ezt is összhangba kell hozni egy átfogó turizmus marketing tervel, ami számol esetleg az ilyen társulásokkal. Amennyiben teljesen átláthatatlan ennek a társulásnak a jövője, tehát nem tudunk belőle kihozni semmit, akkor bizonyára ki fogunk belőle lépni, de ezt én most így nem látom, mert nem látom át az egész társulásnak vagy a társulás, nem tudom konkrétan mire gondolt, a társulásoknak a célkitűzéseit, és de még egyszer mondom, az egésznek az alapgondolata az, hogy legyen a városnak egy turizmus marketing terve. Ha ebbe beleillik ez a társulás, vagy az a társulás, akkor foglalkozzunk vele, de akkor rendesen. Ha nem, akkor majd annak értelmében kell dönteni. A város természetesen egyértelműen a turizmusra kell, hogy építsen, a mezőgazdaságra, és esetleg a tiszta könnyűiparra. Tehát ennek a szellemében kell megalkotni azt a stratégiai tervet, amire majd épülnek a résztervek is. Ennyi? Ennyi, igen. Köszönöm szépen. Polgármester úr? Köszönöm. Tehát ugye köztudott, hogy igen, az egyik ilyen társulás a TDM, a Dunamente TDM. Itt részemről volt egy olyan próbálkozás, hogy ebből kilépni nem sikerült, hiszen ez testületi jogkör, és a képviselők nem hagyták jóvá a kilépést. Másik ilyen társulás a helyi akciócsoport, ami a LEADER aktivitások keretén belül alakultak, illetve léptünk be. Itt sajnos az állam nem fogadta el ennek az akciócsoportnak a stratégiáját, ezáltal nem jogosult támogatás merítésére, tehát ezáltal szintén nem hozta meg az elvárásokat. Harmadik csoport a déli régió, ez ilyen minimálisan működő, inkább információ csere, eszmecsere, kölcsönös tapasztalat csere szintjén. Ez így működik az éves, párkány éves tagsági díja, ha jól tudom, 1000 euró vagy 1500, valahogy így. Tehát ez így megfelelő. A másik kettőt nyilvánvaló át kell értékelni, és természetesen, ha valamit, akkor csinálni kell, ez komolyan. Viszont nagyon fontos az, hogy az élet hoz különböző helyzeteket. Erre reagálni kell. És hogyha jön a javaslat, akkor nem azt kell látni, hogy mit spekulál mögötte a polgármester, hanem reálisan el kell fogadni, és látni kell a dolgokat, ahogy azok vannak. Tehát igenis, akkor pedig lépni kell. Köszönöm. Po slovensky toľko, že v podstate sa jedná o tú oblastnú organizáciu cestovného ruchu. Tu návrh som dal, aby sme vystúpili, lebo tam platíme obrovské členské príspevky. A druhým takým združením je miestná akčná skupina v rámci LEADER aktivít. Tu bohužiaľ sme sa nedostali do celoslovenskej skupiny, takže tam nebudeme oprávnení čerpať nejaké dotácie. Ďakujem pekne. Norbert Parkanský. Hát igen, hallottunk róla, hogy nem hatták jóval képviselők, de akikor lépni ebbe a podujaszkóval, de viszont én biztos, hogy vagyok, ha nem hatták jóval, akkor tudták, hogy miért. A másik dolog, ha a pályázatokat nem nyerünk, akkor meg kell próbálni, vagy úgy megpályázni, de biztos, ha visszakapjuk azt a választ, hogy nem nyertünk, akkor biztos vitti csillítam nyelken idosztat ki. Ezen kellene javulnunk, de igen, könnyű azt mondani, hogy megpályázok, megpróbálok újból, vagy lehet olyan embert keresni, aki jobban meg tudja írni ezt a pályázatot, de biztos, hogyha csak megy ki a pénz a tagságra, amit nagy pénzekről beszélünk, mert számunk az évi több ezer euró, akkor biztos, hogy nem volna méltó folytatni ebbe a társulatban. Köszönöm szépen. Szalatnyai Gábor úr.
Na, a képviselők most kaptak, úgyhogy Podunajszko, akkor, amikor meg lett kötte ez a szerződés a Komárom meg a falvakkal, elénk lett téve testületi ülésen az anyag. Ezt már többször mondtam, hogy ez nem megfelelő út, mert én rögtön úgy nem tudok dönteni, hogy nem tudom előre mi van. Utána kiderült, amikor elfogadtuk, hogy a legnagyobb hiba az volt, hogy nem úgy lett elosztva lakosságilag a szavazatok, hanem hogy éppen egy szavazata volt Párkánynak, egy szavazata mondjuk Mocsinak. Hát azért nem mindegy, hogy 10 000 vagy 1000 ember. De alapvető dolog az kellett volna, hogy úgy elosztani pomernyi, mekkorák a lakosok. Második dolog, igen, megszavaztuk, ne lépjünk ki, mert a szankciók vannak, több 10 000 euró. Azért, ha kilépünk. Ennyi egyszerű. Úgyhogy kell keresni egy utat, mert én szerintem se hozzá az jövőbe semmi, hogy valahogyan megegyezni, de ez mindenre így vonatkozik, hogy úgy, hogy ne károsoljon a város. Ennyi, egyszerűen ennyi. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő kérdésünk, hogy haladjunk dinamikusan. 2020-tól már nem lehet uniós strukturális alapokból fejlesztésekre pályázni, vagy ha igen, akkor csak nagyon szűkösen. Számol-e ön ezzel, és ön szerint milyen egyéb forrásokért lehetne pályázni, miként lehetne másképp támogatásokhoz jutni, mint akár a brüsszeli fejlesztési források? Nagy Károly úr, tessék, parancsoljon. Hát remélem, addigra a fürdő nagyon sok pénzt fog a városnak hozni, és hogyha mégse, akkor ilyen esetben lehet a szlovák államot is kérni segítség nyanánt, hogy pénzzel segítse Párkányvárost. Dúfam, že dovtedy Štúrovo ako Kúpeľsko bude zarábať strašne veľa peniaze a keď náhodou nie, tak od slovenského štátu by sme mohli kľudne požičať peniaze na nejaké veci, čo by sme potrebovali. Ďakujem. Lukovič Tomáš úr. Ďakujem. A városnak elsősorban optimalizálni kéne a működését, tehát költségtakarékosabban kéne dolgozzon, főleg a város által tulajdonolt cégek, ezzel is pénzt takarítunk meg, de itt most a fejlesztésekhez tartozó befektetésekről beszélünk, ha nem lehet uniós pénzekből ezeket megvalósítani, akkor szóba jöhetnek esetleg alternatívaként a magánbefektetők is. Velük azonban egy nagyon okosan megtervezett szerződést kell majd kötni, vagy egy nagyon átgondolt dolgot kell majd kieszközölni, hogy ez a város érdekét szolgálja hosszú távon. Erre nagyon sok példa van a világban, és nagyon jól működő példák vannak a világban. Ugyanakkor azt is el kell, hogy mondjam, hogy ugyan 2020-ban bejelentették, megszűnnek ezek a források, de majd lesznek mások. Keresni kell a megoldásokat folyamatosan, és aki keres, az talál. Ennyit tudnánk hozzáfűzni. Köszönöm szépen. Eugen Szabó polgármester úr. Pán redaktor, troška by som polemizoval, nesúhlasím úplne s tým, že nebudú tie dotácie. Tie dotácie budú. Ak dobre vieme, v tomto období výška dotácií je 15 miliard, a výška dotácií v tom ďalšom cykle od 2020 je cirka 13 miliard. Takže asi 15% bude menej, ale je tu celkom pekný prísľub. Ďalší špecifikom je, že je presne dané, že pre ktoré oblasti. Ako niektoré zelené aktivity a tak ďalej a tak ďalej. Takže skôr tu je úloha mesta taká, aby mesto už teraz začalo pracovať na tých projektoch, ktoré budú pripravené tak v roku 2020, 2021, 2022, aby sme mohli podať žiadosti práve v tých oblastiach. Takže ja vôbec nevidím to nejak tak čierne. Ja by som ešte dodal toľko, že pre 4 rokmi, keď som prevzal funkciu, nebola na stole žiadna dotácia. My sme začali, najprv som urobil organizačné zmeny, posilnil som príslušné oddelenie. My sme podali desiatky projektov. Dokopy celková hodnota tých žiadostí, čo sme podali za uplynulé 4 roky, je 5,8 milióna eur. Áno, mnohé žiadosti neúspeli, ale uspeli 3 žiadosti v celkovej hodnote 1,1 milióna eur. Poznáme tie 3. Jedna je
Jedna je požičovňa bicyklov, druhá je, je školka, prestavba školky a tretí projekt je... Som zabudol. Nevadí. To je dôležité, že a ďalšie dva projekty v prvom kole uspeli a je šanca, že ďalší milión získame z tých ďalších dvoch programov z toho cezhraničného programu, operačného programu Interreg. Takže nevidím to čierne vôbec. Ďakujem pekne, ďakujem sepen. Parkanský Norbert. Hát igen, ezt múltkor is olvastam, hogy 2020-tól 2027-ig szinten lehet majd pályázni, igaz, hogy kevesebb pénzt más aktivitásokra. Igaz, hogy honnan szerezni rá városunknak beruházásokat, úgyhogy ide kellene csalogatni egy olyan KFT-ket, akik például, például föl is építetnek egy hotelt saját maguknak, és saját maguk építenek egy wellness-t. Miért ne? Úgyhogy máshol is működik ez, hogy vagy egy fedett úszodát is tudnának, de adnánk nekik egy telket. Igaz, hogy most nagyot mondtam, de viszont ezen a úton is kell haladnunk, hogy nem minden, ahogy beszélt itt a polgármester úr, hogy nagyon sok kérvény volt benyújtva, és abból nagyon keveset adnak jóval, mert logikus, hogy minden pályázat nem lehet úszpesni, de visszatérve ehhez, hogy tényleg, amit most nyújt majd nekünk ez a dotáció uniós, akkor azokat jobban megpályázni, és tényleg minél több pénzt szerezni a városnak. Köszönöm szépen, Szalatnyai Gábor úr. Köszönöm. Tudjuk, hogy sok dotáció azon bukott meg, mert Párkány és környéke ennyi strategická oblast pre vládu Slovenskej republiky. Elsősorban vannak itt megyei képviselők, van itt egy párt, aki benne van a kormányban. Valahogy megpróbálni megoldani azt, hogy ebbe a kategóriából kikerüljünk. Biztos, hogy több támogatást tudnánk intézni. Úgy, ahogy mondják előttem lévők, akik mondták, hogy totál nem szűnik, még tisztelen nem szűnik meg a dotáció, és már most el kell kezdeni dolgozni ezeken a dotációkon, hogy meg tudjuk őket szerezni. Legfelső, legfontosabb dolog én szerintem menni utánok. Menni, hajtani. Vannak ilyen cégek, akik csak ebben foglalkoznak. Megpróbálni rajtuk keresztül. Volt már olyan próbálkozás is minden, de mondom, legelső valahogyan megpróbálni azt, hogy ez a környék, aby már väčší strategický význam pre vládu Slovenskej republiky. Köszönöm. Ďakujem pekne, köszönöm szépen. Következő kérdésem, egyszerű, rövid kérdés. Milyen lehetőségeket lát ön a helyi vállalkozók és a város együttműködésében? Nagy Károly, tessék parancsolni. Hát a városnak teljesen minden pontban segíteni kellene a maszekokat, vagy... de az értelmeseket. Nem úgy mondom, hogy azt a fajtát, aminek van jövője, olyat. Lehet úgy is felfogni. Ennyi, köszönöm szépen. Lukovics Tamás úr. Párkány városának és a vezetésének egy vállalkozó barát szemléletet kell meghonosítania a városban. Egy olyat, amiben természetesen a helyi vállalkozókat részesíti előnyben mindenkor. Abban az esetben, hogyha egy olyan beruházásról lenne szó, amit egy helyi vállalkozó nem tud megoldani, akkor természetesen meg lehet szólítani egy arra szakavatottabb, nagyobb tőkével rendelkező beruházót is, de abban az esetben is ki lehet kötni a feltételeket, hogy azért vonja be a legnagyobb mértékben a helyi vállalkozókat a részmunkákba, és így is növeljük a foglalkoztatottságot a városban. Tehát ezek tárgyalássorozatok és a feltételrendszerek, amiket egy tárgyalássorozat során felállít a város, a város érdekében, hát a városhoz tartoznak a vállalkozók is, és az itt dolgozó emberek is, és ezt mindenkor szem előtt kell, hogy tartsa a város. Ugyanakkor hangsúlyoznám, hogy a tisztességes és becsületes
közbeszerzés ebben az esetben kulcsfontosságú, mert én másképpen fogalmazom, ahogy itt előttem, akkor kiszűrjük azokat a nem idevaló dolgokat, amik nem a városba valók. Viszont meggyőződésem, hogy a legtöbb vállalkozó párkányban az tisztességes, és ennek a feltételrendszernek, illetve a tisztességes közbeszerzésben helyt állna. Köszönöm szépen. Szabó Jenő polgármester úr. Köszönöm, én befejezem az iménti gondolatomat, az a harmadik EU-s projekt, az a szaktantermek megépítése a magyar tannyelvű Ady utcai alapiskolában volt, előtt kiesett. Az adott kérdést érintően vállalkozókkal való együttműködés, biztos, hogy az egyik nagy terület az a turizmus. Itt nem csak, hogy lehetőség van, hanem ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez működjön, mert ha működik az együttműködés, csak akkor működik a turizmus. És én szerintem ez működik, működhetne jobban, rosszabban, nyilvánvaló szubjektív megítélés. Csak egy példát hagy hozzak fel. A fürdő területén 3000 körülbelül, 3500 ágy van. Ebből a Vadas tulajdonában van körülbelül 1100. Tehát majdnem 2500 magánvállalkozók tulajdonában van. Tehát igenis, itt a magánvállalkozókkal az együttműködés van, és például az elmúlt évben voltak projektek, ahol igenis a Vadas épített saját házakat, lebontott öreg házakat, illetve egy területet kijelöltünk, ott pedig vállalkozók nyertek, közbeszerzésen keresztül lehetőséget arra, hogy építsék fel az üdülőiket. Tehát szerintem ez működik, de vannak a további területek, szolgáltatások területén, fuvaroztatás területén, étkeztetés területén, tehát itt mindig igyekszünk megtalálni azt a módot, ahol a vállalkozók igenis megtalálják a helyüket. Másik terület az ipar, illetve az ipari jellegű tevékenység, hiszen ne felejtsük el, hogy azok is egy komoly munkapiacképző csoport. Ugye ez az ipari park környékén működő, de nem csak ugye fent a Dombon, hanem ez a vasút környékén működő ipari park, illetve egyéb helyen a vállalkozók. Tehát szerintem ez működik jelen pillanatban is. Köszönöm szépen. Norbert Parkanski. Igen, a vállalkozásokkal együttműködés a város és a vállalkozók, így ahogy mondta polgármester úr, hogy ez működik. Ez ha nem működne, akkor tényleg kicsit gondba volna a város is. A másik dolog még, én inkább abban látom az egészet problémát, hogy közösebben kellene szervezni a vállalkozóknak és a városnak, főleg a turizmusban egy olyan kultúrát, jobban mondta, egy olyan műsorokat, például nyáron is, hogy szervezni programokat a fiataloknak, a itt élő embereknek, idősebbeknek, úgyhogy én inkább ebbe dolgoznak rajta, hogy ezt a turizmus így is jobban tudnánk felnövelni, vagy fellendíteni, hogy a városháza és a vállalkozók egyaránt programokat szerveznének, és tényleg, vagy télre is fel lehetne építeni egy korcsolyapályát, amit ebből a vállalkozóknak is, és a város is egyaránt egy ilyen projektot megpályázni, és valahogyan dotációval is segíteni ezt a turizmust télen is fenntartani. Köszönöm szépen. Szalatnyai Gábor úr. Köszönöm szépen. Sok vállalkozó barátom van. Azt hiszem, hogy ismeri a nagyon nagy többséget a vállalkozóknak. Sokan panaszolják nekem azt, hogy nem hallgassuk meg őket, vagy nem volt találkozó a város vezetése, vagy a képviselőkkel. Három havonta van testületi ülés. Nem lehet három vagy négy havonta épp úgy egy délelőtt vagy délután a vállalkozókkal leülni, meghallgatni, megbeszélni, mik a gondok. Én szerintem ez is egy megoldás. A kulturális program, amit előtte mondott, mindenki avaljon, hogy Esztergomban mik vannak, hogy milyen bikini, meg omega, meg én nem tudom még mik, ott állam dotálja kultúrát, nálunk a város. Így van? Az a különbség. Esztergom négyszer akkora, mint mink vagyunk. Nyáron nem lehet mondani, orosz programok voltak. Aki lent volt, azt tudja, hogy esténként nem lehetett lépni.
Pési Azónak. Biztos, hogy lehet izé javítani, nem mondom, hogy nem lehet javítani. Csak azt mondom, hogy kommunikáció. Egyszerűen le kell ülni, és el kell beszélgetni, és megismerni egymás problémáját, mert 99% a vállalkozóknak párkányják, és csak a párkányjavát akarják, hogy én ismerni minket. Köszönöm. Köszönöm szépen. 8. kérdésünk a következő. Mit változtatna meg ön a város vagyongazdálkodásában, különös tekintettel a régi, rossz állapotú épületekre és a városi telkekre? Nagy Károly, tessék. Hát a város tulajdonában lévő rossz épületeket vagy javítani, vagy lebontani, vagy elárverezni. Ha pedig akik saját tulajdonában van és rossz épület, azt felírni levelet, hogy csináljon vele valamit, és ha nem, akkor lehet büntetést is kirovni rá, és utána ezzel kényszeríteném őt arra, hogy valamit kezdjen az épületével. Mondom, poszlovenszki. Že staré zničené domy, byty, čo má mesto, tak by som to nechal buď opraviť rozumnou cenou, alebo zbúrať, alebo na aukciách predať. A keď v súkromných ruhách sú nejaké domy, tak dať im oboznámenie, kto dajú do poriadku, keď nie, tak dostanú pokutu. Na čo má mesto podľa zákona právo. Ďakujem pekne, köszönöm szépen. Lukovič Tamás úr. Hát ez esetenként változik. A városnak feltétlenül keresnie kell a megoldást eseti esetekben is, külön. Természetesen ez hosszú távú célok közé kell, hogy tartozzon, hogy folyamatosan a rossz állapotban lévő épületeket, ami a városhoz tartozik, megjavítsa, vagy egy tervet dolgozzon ki arra vonatkozó, hogy mi lesz az épület sorsa a jövőben. Erre így kapásból válaszolni nehéz, hogy a konkrét épületnek mi lesz a sorsa, és hogy milyen egy egységes választ adni az összes ilyen ingatlanra, vagy ilyen épületre. Ezt esetenként el kell bírálni, ezt már holnapra nem lehet mindet megoldani, de törekedni kell folyamatosan arra, hogy ezek az épületek értelmesen legyenek kihasználva a város gazdálkodásában. Amennyiben megmaradnak, a város arculatát fogják alakítani, úgy természetesen rendbe kell hozni ezeket az épületeket. A telkekre vonatkozólag, hát itt is föl kell mérni a városnak, hogy konkrétan az a telek mire lesz majd hasznosítva, esetleg elálverezi, vagy pedig eladja, vagy pedig fejleszti. Nem tudok erre mást mondani most ebben a pillanatban. Köszönöm szépen. Eugen Szabó, polgármester úr. V prvom rade chcem poukázať na to, že mesto Štúrovo má veľmi, veľmi malý kataster. Z toho vyplýva, že má veľmi málo pozemkov a má aj pomerne málo budov. Preto si myslím, že to, čo má, to si musí vážiť. Preto pred 4 rokmi, keď som nastúpil a som sa oboznámil s touto problematikou, tak som zistil, že máme zoznam nepotrebného majetku a ponúkame na predaj budovy tu, tam, inde. Prvý môj krok bol, že som začal ignorovať tento zoznam a do dnešného dňa úplne ignorujem. Podľa môjho názoru toto mesto nemá žiadny navyše majetok. Adekvátne som aj začal určitý program. V prvom rade sme hľadali možnosti, kde ako niektoré tie majetky budovy obnoviť. Vidíte, bývalá budova OPKS. Našli sme prostredníctvom Enerbitu spôsob, ako obnoviť. Táto budova je dnes prenajatá a je v perfektnom a dobrom stave. Druhá vec, vedľa tá budova, bývalá budova Lagúny, tam vyzerá to tak, že získame 800 000 eur z dotácií, ideme to prebudovať na vinotéku, na vináreň a celý ten dvor na trhovisko a podobne. Ďalším spôsobom je prenájom. Prostredníctvom Enerbitu prenajímame. Predtým neboli prenajaté priestory, dneska každý jeden priestor je prenajatý a podnikatelia môžu tam podnikať. Z príjmov obnovujeme tieto budovy. Ďalej, maximálne úsilie vynakladám na to, aby budovy, ktoré sú v štátnom majetku, aby sa dostali do rúk mesta. Takto sme odkúpili budovu klubu dôchodcov,
takto hodláme odkúpiť tú budovu, čo je pri starom kúpalisku, a takto sme odkúpili takmer 2-hektárový pozemok na Tehliarskej ulici, kde hodláme kompostáreň vybudovať. A si myslím, že strašne dôležitá je dôležitý zdroj, že je štátny fond rozvoja bývania, kde chceme niektoré budovy aj z tohto zdroju prefinancovať a obnoviť. Ďakujem pekne. Norbert Parkanský, tešek. A tým biztos vagyok benne, hogy nem jó gondolat az, hogyha valami vagyon, ami a városi eladnak, azt inkább keresni lehetőségeket, valami forrásokat, kihasználni a vadást, kihasználni erőtet, hogy felújítani, mint például volt az OSK, de viszont nagyon azon kellene dolgozni, hogyha van megoldani a prioritás, hogy melyik ingatlant minél hamarabb felújítani, és milyen célra kihasználni. Meg lehet, hogy át lehet helyezni a nyugdíjas klubot, vagy más organizációt oda behozni ebbe a ingatlanba, de elsősorban biztos, hogy nem szabad eladni semmi ingatlant, ami a városnak van. És ha tényleg egy olyan ingatlan, ami van igény egy vállalkozónak, akkor olyan szerződést kötni vele, hogy felújítsa azt az épületet, és például nem kell neki bért fizetni egy bizonyos összegbe, de biztos, hogy ne legyen eladva egyik ingatlan se, ami a város tulajdonában van. Köszönöm szépen, pán Gabriel Szalatnyai. Szalatnyai Gábor úr. Köszönöm. Úgy, ahogy mondták itt előttem szólók, most kezdjük kihasználni a státni fond rozója bíványa kölcsönt, azt hiszem 1%-os vagy 0,5%-os. Én is amondó vagyok, hogy nem eladni semmit, ami a városé. Természetesen mostán, ebbe utolsó 4 évben rendbe lettek téve azok a városi telkek, beszélek kispár, nézetméteres telkekről, amit a lakosó, ami a városnak nem tudja abszolút kihasználni, azok rendbe lettek úgy téve, hogy vagy elléttek adda, vagy bérbe, de ez a folyamat még mindig folyik. Abba amondó vagyok, hogy biztos, hogy nem aladni, felújítani úgy, mint a Budova OPKS, nem tudom ki volt ott, nem voltam a átadáskor, hát lejak a lappán, biztos, hogy szépet csinálta Enervit. A másik dolog, hogy ha már beszélünk a Enervit meg a fürdőről, hát én szerintem úgy van, hogy hát a Stopér szerintem úgy az mesta, minden évben kap a város egy szeletét a tortából, a Enervitő, fürdőtő is. Én azt szeretném, hogy a város kapja meg a tortát, és adjunk vissza egy szeletet ide is, meg oda is, amennyi kell nekik. Kicsit megfordítanám. És akkor lehet, hogy meglátnánk azt, hogy lehet, hogy jutna több házfelújításra, befektetésre, meg így. Én szerintem ez a út. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő kérdés gondolom mindenkit igazán érdekelni fog. Az utóbbi 4 évben nagy port vert fel az ipari park területére tervezett hulladékerőművek ügye. Emiatt petíció is volt, és a képviselő testület emiatt még a hosszú távú területrendezési és városfejlesztési tervet is megváltoztatta. Önnek mi a véleménye erről, és hogy képzeli el az együttműködést a továbbiakban az ipari park részvénytársasággal? Tessék parancsolni, Nagy Károly. Hát Párkányban semmiképpen nem való olyan gyár vagy üzem, ami károsítja az embereknek a egészségét. De ez véget egy olyan szankciót aláírni, amivel esetleg más cégeket is ide lehetne hozni, ami fejlődtetni a várost, az kicsit rossz döntés volt, elhamarkodott. Én is az mellett vagyok, hogy tényleg szemétégető ilyen nem való ide, az biztos. Ennyi? Ennyi. Köszönöm szépen. Lukovics Tamás úr. Ez egy sarkalatos kérdés. Párkánya jövőjét egyértelműen a turizmusban, a mezőgazdaságban és a tiszta könnyűiparban kell, hogy elképzelje, mert ilyenek az adottságai, gyönyörű helyen fekszünk, itt van a Duna, Esztergom, Párkány és környéke. Ezek olyan adottságok, amire a Párkánynak feltétlenül építenie kell. Egy vegyi üzem, amely szennyezi a környezetet, semmiképpen nem összeegyeztethető befektetés a hosszú távú stratégiai tervével a városnak. Ezt nem szabad megengedni. A városlakók kifejezték az akaratukat egy petícióban, több mint 8000 ember. Ez kötelező érvényű bármilyen városvezetésnek. Pont.
megalkotni egy Dunamente társaságot, és utána egy szemétégetőt támogatni, nem tudom elképzelni, én nem tudom összeegyeztetni ezt a dolgot a város jövőjével kapcsolatban. Az MKP megtett mindent annak érdekében, hogy a szemétégetőt megakadályozza, hogy ilyen jellegű beruházás létrejöjjön itt Párkányban. És azt hiszem, hogy a híd is megtámogatta ezt, úgyhogy köszönet nekik is. Ide nem való szemétégető egyértelműen. Ennyi. Köszönöm szépen. Polgármester úr. Egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy, és ezt én ki is jelentem, hogy bármi nemű olyan ipar, amely szennyezi a környezetet, Párkányba nem való. Egyébként nem is tudom elképzelni, hogy hogy lehet olyat megengedni, hiszen Szlovákia teljes mértékben harmonizál az uniós előírásokkal, és némely kérdésekben még erősebb kritériumai vannak, mint némely uniós országnak. Azt viszont, hogy melyik tevékenység mennyire szennyezi, arra pontosan megvan az eljárás és megvan az előírás, hogy ezt hogyan és ki hivatott elbírálni. Ha jól tudom, jelen pillanatban ez az ominózus szemét égető eljárás vagy aktivitás, ez fölött még folyik a környezetvédelmi hatástanulmány. Tehát én nem tudom, hogy ennek mi az eredménye, és nyilvánvalóan a város akkor tud ebben egy kicsit még tovább mozgolódni, vagy pedig állást foglalni, mikor ez mind tudomásunkra kerül. Nyilvánvaló, hogy nem lehet az ilyen dolgokat támogatni, és volt itt igen petíció, és azt is tudjuk, hogy eddig a környezetvédelmi hatástanulmány egyes szakaszaiban a város kétszer is adott állásfoglalást, egyszer az úgynevezett szándék zámer dokumentumhoz, egyszer pedig a správa o hodnotenyi dokumentumhoz, és mindkét dokumentumhoz a város elutasító állásfoglalást tanúsított. Mindkét dokumentum alatt az én aláírásom szerepel, tehát úgy érzem, hogy ehhez nem fér kétség, hogy ilyet nem szabad ilyen formában megengedni. Köszönöm szépen, Norbert Parkanski. Parkanski Norbert. Hát igen, ez a hulladék égető, mert nem szemét égető, hanem hulladék égető, meg lett petícióval fogalmazva, jobban mondva, hogy és aláírásokkal is közel 8000 ember aláírta, hogy nem akar ide ilyen céget. Logikus, hogy ilyen fürdőváros, nekünk se volna mindegy, hogyha turista eljön, és ilyen céget közel, mert a legközelebbi, a ipari céghöz, a legközelebbi házban úton a légvonalban 500 méterre van, mert ma ott is laknak. A második, azért is mondtam, hogy nagyon oda kellene figyelni, és kihasználni a SHMU szolgáltatást a városnak, hogy figyelni a szennyezetre, környezet, vagy a levegő tisztaságára, oda kell figyelni. Nem nagy költségbe volna, ha egy berendezés vennénk, de viszont kétszer-háromszor egy évben meg lehetne mérni a levegő tisztaságát, amit szintén jobban ide, nyugodtabbak lennének az emberek, mert van úgy, hogy hallják vissza, vagy hallom vissza, hogy érzik ezt a büdöset, még most is valami gyárból árandót. Úgyhogy a hulladék égető szerintem nem kell nagyon vitatni, mert megvolt már a petícióval is fogadva, még a város is elutasított ezt a ipart, úgyhogy ezt ma nagyon nem vitatnám, hogy szerintem mindent megtenni azért, hogy ilyen cégét ne jöjjenek ide Párkányba. Köszönöm szépen, Szalatnyai Gábor. Köszönöm. Most a saját tollammal fogok ékeskedni. Két éve ezelőtt, amikor megindult ez a, amikor kirobbant, megtudtuk, hogy mit akar a vállalkozó, polgármester úr, én, Szigeti képviselő úr, még a hivatalból valaki voltunk fönt a minisztériumban, Minisztérium Životného Prostredia. Ott volt meghallgatás ennek a cégnek.
Érdekességnek akkor még én hol voltam, kémiai szakember, meg így, de azért átnéztem a dolgokat, minden. Ott volt a kimutatás, hogy fogja szennyezni a légkört ez a égető. És amikor megkérdeztük tőlük az a cégkép, és milyen technológiát fognak használni, még nem tudják. Hát akkor hogy van kiszámolva, hogy hogyan fogja, mennyit fog szennyezni a légkör? Ez első olyan benyomást tett rám, hogy ezen leharcolni kell. Az, hogy kétszer a város küldött zamétani sztanoviszkot, az a 15 képviselőnek a plusza. Ezt mink szavaztuk le, hogy úgy legyen. Ma a mai napig tartom azt, hogy az a nem egész 8000 aláírás, amit összeszedtünk, köszönjük SMK-nak is, mindenkinek, főleg városnak, lakosoknak, környező falvaknak, még a 15 képviselőnek a álláspontja, kutya kötelessége a többi vezetősnek, mint a polgármesternek, kiállni a város mellett ebbe a dologba. Csak ennyit akarok mondani. Lehet más véleménye, hogy ne jó kinéznénk, hogyha nem volna véleménye, vagy nem volna nekünk vélemény. De ilyen esetben ki kell állni a város lakosai mellett. Én megmondtam a C-képviselőjének, ha másképp nem megy, lefekszünk a buldozért. Ennyi. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szintén egy nagyon sokakat érintő és érdeklő és aktuális kérdés jön. Ön miképp oldaná meg a közlekedési és parkolási gondokat a városközpontban, illetve a lakótelepeken? Nagy Károly úr, tessék parancsolni. Hát a parkolás az tényleg nagy gond Párkányban. Főleg az véget, hogy egyen irányosították az utat. Sokat kell keresni helyet is, ha van, akkor is utána az órát kell keresni, ahol lehet pénzt adni az automatába. Én szeretném ingyenesen tenni Párkányba parkolást. Ezzel nagyon sok autó a régi buszmegállónál parkolhatna, ahol most az a angol autóbusz kocsma van. Az majdnem üres. Az csak akkor van tele, hogyha nagyon sok turista jön át magyarból, vagy pedig fürdés szezonkor. A házak között sok helyen a fűvön parkolnak az autók. Ezeket, ha meg lesz a technickésztusbi saját erőből, naponta 2-3 parkolóhelyet nyugodtan lehet csinálni, de úgy, hogy a zöldövezet is megmaradjon, mert az nagyon fontos számunkra. Hát ennyit. Köszönöm szépen. Lukovics Tamás úr. Köszönöm. Ha csak önmagáról a parkolásról beszélünk, akkor természetesen a folyamatos parkolók kialakítása a lakótelepeken az gond lehet, mivel növekszik az autóknak a létszáma. De itt azért együtt kéne dolgozni a parkosítással is, a parkosítási tervével a városnak, tehát a zöldövezet gondozása. Igen, ki kell alakítani parkolókat többet, hát egyszerűen több az autó, használjuk az autókat, kellenek a parkolók. Ami a városban a parkolást illeti, illetve a közlekedést, hát elsősorban arra vonatkozott a kérdés, hát itt majd a közlekedési szakembereket kéne bevonni elsősorban, de én mindjárt azt látom, hogy például a hídról lejövet is kéne egy körforgalom, nem tudom mennyiben valósítható ez meg szakmailag, illetve a Lidl-nél is jó lenne egy körforgalom, mert felszabadítaná, illetve folyamatosabbá tenni a forgalmat. Ugyanakkor a nagy parkolót egy kicsit rendbe tenni, és az ott elvonuló utat azt megépíteni, összekötni a körforgalommal, ami a fürdő lejövetelétől, a Nagybillától, és egy olyan útvonalat oda tervezni, ami felszabadítja a fő utcáról a forgalmat. Ami a parkolási fizetéseket illeti, hát én valóban kedvezményezném a Párkányákat a parkolást illetően. Mondjuk, ezt csak vegyék egy példának, ezt nem kell készpénznek venni. Mondjuk féláron parkolnának a Párkányak a vendégekhez képest. De ugyanúgy megtámogatnám a Párkány... Halló, ezt halljuk? Vagy lejárt az idő? Nem járt le. Oké. Okay. Tehát ugyanúgy megtámogatnánk a Párkány vonzáskörébe tartozó embereket is,
mert azok is bejárnak Párkányba napi szinten, ide járnak orvoshoz, dolgoznak, itt élnek, ide járnak ebédelni, néha itt is laknak. Tehát tulajdonképpen ezeket az embereket is meg kéne valamilyen módon tisztelni azzal, hogy legalább mondjuk a háromnegyedét fizetnék ki a parkolási. Ez csak egy példa volt a parkolásra vonatkozólag. Köszönöm szépen. Álljunk meg egy pillanatra, hogy senkit ne érjen méltánytalanság. Kérem a hangtechnikusokat, vagy a technikusokat, hogy hozzák helyre azt a mikrofont, mert így nem haladunk. Vagy nem kell? Ez egy mikrofon egy, lesz? Egy-kettő így hallani, működik? Most már működik? Lehet, hogy valami gond volt, csak nem akartam, mert Isten ments, hogy maguktól időt vegyek el. Jó, tessék parancsolni, polgármester úr. Dobre, takže jedna vec je parkovanie v strede mesta. Tam je tá zvláštna situácia, že existujú parkoviská, ktoré sú absolútne bez poplatku a existujú parkoviská, ktoré sú s poplatkom. Toto samozrejme nemôže fungovať a je skutočne na zváženie, aby všetky miesta sa uvoľnili tak, aby sa nemuselo parkovné platiť. Čo sa týka miest na sídliskách, tam áno, skutočne je velikánsky problém, že kde vôbec nájsť nejaké parkovisko a skutočne sa musíme tešiť každému jednému miestu, kde sa môže vytvoriť nejaké parkovacie miesto a toto je potrebné robiť. My sme za uplynulé 3 roky sme vytvorili takto 73 parkovacích miest po 3, 4, 9 skupinkách. Takže tomto si myslím, že je potrebné áno, naďalej pokračovať. Konkrétne máme už projekty nakreslené napríklad na Sobieského ulici a podobne. Takže v tomto budeme pokračovať. Tata parkolóhelyeket illetően 73 új parkolóhelyet létesítettünk az elmúlt 3 évben, és úgy érzem, hogy ebben folytatni kell ezt az aktivitást. Már projektdokumentációk elkészültek, főleg a lakótelepi részeken, ahol 1, 2, 3, 4 parkolóhelyeket alakítunk ki. Sajnos olyan sűrű lakott, és annyi rengeteg autó van, hogy nagyon nehéz komplexabban megoldani a helyzetet. Itt szó volt a közlekedésről is, ugye? Hát ugye egyik terület az, hogy egy időben, mivel a sétáló utca úgy lett kialakítva, hogy ki lett alakítva, bekényszerítette a közlekedési rendszert a város vagy a helyzet, nagyon sok egyirányúsítással párosulva, ráadásul kerékpárutat is kombináltunk, tehát ez nagyon megkomplikálja a helyzetet. A Nálnai út most hoz egy kicsit új helyzetet, tehát ami itt elhangzott Vadas előtt, nyilvánvaló azt az utat minél előbb meg kell csinálni. Köszönöm. Norbert Parkanski. Hát igen, említettem, hogy a bicikli forgalmat kellene jobban támogatni, mert szerintem ma az emberek inkább kényelemből jönnek le autóba a városba, akik itt laknak, de viszont inkább biciklikkel jobban közlekednének. A másik dolog még, ahogy volt említve, hogy van 2 nagy parkolónk, ami nincs is kihasználva, úgyhogy nagyon kell rajta gondolkozni, hogy ingyenessel tenni a parkolást, és lehet, hogy mivel valami pénz bejön ebből a kevés pénz ebből a parkolásból, akkor inkább lehet, hogy meglátásom szerint lehet, hogy jobb is volna, hogy a turisták fizették meg ezt a parkolást a Vadasnál. Abból a pénzből lehetne, ahogy volt említve, hogy volt felépítve a sétáló utca, több olyan utca ki van terhelve, vagy le van terhelve forgalommal, hogy sokan parkolnak azon a közterületen, és észreveszik ma másnap reggelre, hogy nincs visszapillantója, mert nincs felkészítve erre az a utca, úgyhogy azt is kellene módosítani ilyen beugrásokkal, hogy legyen a babakocsinak, meg a tolókocsinak, meg a el tudjanak kényelmesen azokon a járdán járni, de viszont valahogyan zölddel és beugrásokkal kivágni, ami nem nagyon értengelt, hogy levágni abból, hogy szépen be tudjanak parkolni, és legyen neki esztetikailag is jobban kinéznek azok a utcák. Visszatérve, sok olyan, ahogy a polgármester említette, hogy Sobieski utcán, például nem tudom, hogy észrevették, ott is a parkoló egy autó, ami már tényleg ki van vonna a forgalomból, és már szétrohad, lehet mondani, és senki nem törődik vele, pedig közterületen van. Ezeket olyan fióbeszten závézni, darágyényét létrehozni, ami ilyen autóknak nincs mit keresni a Berenné Prisztranszton, és ahogy beszéltünk a KSOH-ról, hogy ott is belevonni ezt, hogy autót, mivel
befejezem csak, hogy ezt a szolgáltatást, hogy ha a város kiad egy vezényt, ő köteles, hogy betartsák az emberek, de viszont ő nekik a város, jobban a KSO-val muszáj, hogy elvontatni, nem csinálhat semmi más céggel, hogy vontassa az autót. Szalatnyai Gábor úr. Köszönöm. Ugye, hogy a polgármester mondta, hogy két részre kell ezt osztani a város közepét, meg kint a úgymond lakótelepi parkolás. A lakótelepi parkolás én szerintem a legnagyobb probléma. Lássuk naponta, hogy autó hátán, hát ez az hozta, hogy egy családban már lassan három autó van. Meg kellene nézni, megvan egy jogszabály, ez azt van a szúzemje, hogy mennyi lehet beépíteni, mennyi parkoló, mennyi zöld. Először is ezt végignézni az egész érintett területén, és azt szerint dönteni, hogy még mennyi parkolóhelyet tudunk csinálni. Úgy tudom, hogy a 12-esekkel szemben is már kezdtünk valamit, ugye polgármester úr ott a parkolóhelyek ott is létrehozni. A másik dolog a sétány a város közepén. Nagyon mérgesít az, amikor nyáron tele van turisták, és autók ide-oda mászkálnak a sétányon. Egyszerű megoldást csinálnánk úgy, mint Nyitrán van, vannak azok az áteraszi, amik jön a földből. Én már javasoltam, azt mondták, hogy drága, hogy 4-5 ezer euró egy, de hát teszünk 2-4-et, azért az nem akkora összeg a városnak. Megvolna ettől eddig az ászobovannyi, utána följön, és ennyi. A gyalogosoké, meg a biciklistáké a város közepe. Nem autókot kerülgetni, anyukák, babakocsikkal, még így össze-vissza. Mondom, a parkolóhelyekét még bővíteni úgy, hogy megfeleljen a beépítettségnek. Ennyi, köszönöm. Köszönöm szépen. A következő kérdésem. Az állomási városrész még a többi körzethez képest is kevesebb figyelmet és fejlesztést kap. Ön mit lépne ezen a téren? Nagy Károly. Hát először is tényleg az állomás az egy kieső része a városnak, és több lakóval ott beszéltem, ott a főút mellett azok a öreg lakóházakban nincs bevezetve például a gáz. Több lakásban jártam redőnyt szerelni, vagy ilyesmit, és akkor a konyhába vágják a fát. Többször kértek, írtak kérvényt, hogy vezessék legalább csak a házakig el a gázt, önerőből utána bekötik, de több éven keresztül nem történt semmi. Strašne by som chcel pomôcť tým, ktorí bývajú na stanici, tých starých činžiákov, nemajú tam zavedený vôbec plyn. Viackrát písali petíciu alebo žiadosť, aby im mesto pomohlo nejako riešiť a nič sa nestalo. Ja by som strašne chcel im pomôcť, aby aj oni mali tam plyn. Ďakujem pekne, köszönöm szépen. Lukovics Tamás úr. Az állomás ugyanolyan része Párkánynak, mint Párkány más része, ugyanolyan figyelmet kell szentelni a város az állomási résznek is. Sajnos úgy érzem, hogy el van hanyagolva az állomási rész valóban, és joggal teszik fel ezt a panaszt, joggal panaszkodnak az állomási emberek. Főleg az idősebbek. Az állomást jobban be kéne kapcsolni a városnak a vérkeringésébe. A közlekedéssel kapcsolatban is nagyon fontos, hogy az autóbuszpályaudvar, ami ott van, legalább legyen ott egy fedett peronrendszer, ami alatt az odaérkező vendégek, de a városba induló idősebb emberek is be tudjanak odaállni, vagy akárki. Tehát a közlekedést is meg kéne jobban szervezni, átgondoltabban, esetleg főleg az idősekre való tekintettel, és azokra, akik nem járnak személyautókkal, azokat hogyan utaztatni be a városba. A városfejlesztés koncepcióba be kell jobban vonni ezt az állomási részt is, hogy szebbé és élhetőbbé egy nagyon fontos része a városnak, hiszen a vasútállomás, ez egy olyan különleges vasútállomás, hogy Párkányból az összes V4-ek fővárosába el tudunk utazni egyenesen. Úgyhogy szerintem egy ilyen irányba kéne elmozdulni a város stratégia megtervezésében, hogy azt is egy nagyon érdekes városrészé tudjuk tenni. Ugye vannak ott cégek, vannak ott ipartelep, hát bevonva az összes érdekelt felet, ezt egy közös koncepcióban kéne megvalósítani. Egyértelműen fejleszteni kell a városnak ezt a részét. Köszönöm szépen. Polgármester úr. Egyetértek azzal, hogy nagyon nagy a deficit ezt a városrészt érintően.
Azért itt tudatosítani kell, hogy van két dolog, ami ezt igen komolyan befolyásolja. Egyik az, hogy az ott lévő közterületekből egy négyzetméter sem tartozik a városhoz. Tehát ettől a pillanattól mindjárt nagyon nagy gond, bármilyen beruházás, bármilyen fedett folyosó, és itt tovább, és itt tovább. Ezen úgy próbáltunk, természetesen tárgyaltunk a tulajdonosokkal, próbálkoztunk bérleti díj, és itt tovább, de sajnos nem jön ki olyan formában, hogy azt a város el tudná ezt a terhet vinni. Következő lépést, amit megtettem, elkezdtem tárgyalni a vasúttársasággal, és ez a tárgyalás folyamatban van. Többször most már 3 levelet cseréltünk, volt egy személyes tárgyalás, és a cél az, hogy azok a területek, amelyek a vasúttársasághoz tartoznak, tehát állami tulajdonban vannak, azokhoz a területekhez valamilyen tulajdonjogot kapjon a város, például hosszú távú bérleti szerződést, és akkor már igen elkezdhetünk gondolkodni, hogy hol legyen az autóbusz megálló, hol legyen a taxis megálló, esetleg parkoló vagy valami. Másik ugye a lakások, illetve az ott lévő lakások és házak. Hát azt kell azért mondani, hogy ugye, hát gondolom a vasút építette, vagy én fogalmam sincs, annó kiépítette, de igazániból nincsenek azon a standardon, amely a város többi részén, ezáltal komoly deficittel bírnak. Az, hogy ott nincs gáz, igen, tudom jól, etéren tárgyaltunk a gázszolgáltató vállalattal, aki egyelőre nem mutatott hajlandóságot, hogy azt ott kiépítse. Kisebb-nagyobb dolgokat azért igyekeztünk megoldani, és hát bízom benne, hogy a jövőben több erő és energia marad arra, hogy jobban megoldjuk e városrész gondjait. Köszönöm szépen. Norbert Parkanski. Hát igen, a állomásban, amikor bejövünk ebbe a városba, mi fogadja a vendégeket, turistákat, sőt ott élő embereket, tényleg, hogy a járdák ottan voltak újítva, de annyira tönkrementek, úgyhogy nagyon rossz munkaminőséget csináltak, úgyhogy ami a város tulajdona, azt kell azon dolgozni, hogy főleg a közterület, hogy minél hamarabb adni egy esztetikai formát ennek a utcáknak. A másik dolog, hogy beszéltük, hogy a gyári járdát, ahogy gyári állomásról, mert ki volt ezt használva, valamikor régen most nincs, tényleg megpróbálni azt az adott helyzetet, hogy szűkíteni biciklistáknak, a bicikliútat megcsinálni belőle, hogy jobban így összekötni a állomást bicikliúttal, azzal a járdát. Úgyhogy másik dolog, hogy kaptam olyan jelzést, főleg anyukáktól, hogy babakocsival életveszélyes átmenni azon az úton, úgyhogy kellene beszélni a tényleg a Minisztérstone útra, vagy Dobravi, hogy tényleg oda olyan út átkelőket kellene biztonságosabbak ott tenni, hogy tényleg merjenek átmenni a gyalogosok. És ahogy mondta, említette a polgármester úr, hogy megpróbálni azon dolgozni, hogy megkapjuk vagy bérbe olyan módon, hogy minket rendbe rakjuk azt a területet, hogy legyen tényleg busz megálló, legyen neki formája, legyen neki taxisoknak lehetőség, hogy állni, mert és főleg parkolást is megoldani, mert ami nem a tulajdonunk, logikus, hogy ebben nem tudunk bele nyúlni, de viszont ezért kellene dolgozni, hogy hajlandó vagyunk valami szerződéssel rendbe rakni azt a közterületet, hogy legyen valami méltó látványa a turistáknak is, meg ott lélőknek, legyen nekik komfort. Köszönöm szépen, Szalatnyai Gábor úr. Én már nem tudok mit ígérni a állomáshelyeknek, majd mindent megígértek itt előttem lévők. Én csak azt szeretném hozzáfűzni, hogy minket egyszer megkerestek állomásról fiatalok, engem egyszer, hogy a játszótért tudta rendbe hozni saját erővel, és hogy a város járuljon hozzá. Hozzá is járult a város pénzileg, rendbe lett éve játszótér. Biztos, hogy sok éven keresztül el van hanyagolva az állomás, de úgy, ahogy előttem szólók mondták, a legelső dolog, bérbe venni azokat a területeket, amelyeken akarunk valami investíciót létrehozni, az nélkül nincsen. Ha az megvan, akkor épp úgy lehet hozzáállni, igaz is egészségünkre,
épp úgy lehet hozzáállni a befektetésekhöz, mint azokon a területeken, ami a város területehöz tartozik. Mostan, azt hiszem, hónap fogjuk tárgyalni a petíciót a Szlátkovicsova utcára, ott beadtak a lakosok olyan dolgot, hogy ne álljanak ott a kamionok. Volt csinálva egy felmutatás a városi rendőrségtől, hogy milyen gyakran állnak ott a kamionok, úgyhogy én szerintem ez a petíció el lesz utasítva, ugye? Hát holnap tárgyaljuk. Még lássuk, hogyan fogunk szavazni, de én szerintem így. Úgyhogy én azt kérem a állomásiaktól, hogy ha van valami gondjuk, hát akkor keressék fel a képviselőköt, vagy nyújtsanak be valamit. Sok kicsi, sokra megy. Ebben fejezném be. Biztos, hogy több évtizede nem volt fektette állomásra, azt el kell ismerni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő kérdésünk, lassan a végére érünk az első fordulónak, nyugalom. Következő kérdésünk, hol és miben lát lehetőséget a spórolásra, már ami a városháza és a város működési költségeit illeti? Tessék parancsolni, Nagy Károly. Hát így, mint laikus, csak olyan dolgot tudok beszólni, amit láttam, hogy mit csinál a város. Egy dolog engem nagyon mérgesít. Fölújították a játszóteret. Ott volt egy kerítés, 40 éves kerítés, szétszették pénzért, és pénzért építettek oda még egy kerítést, egy újat, ami nem fog annyit kibírni, mint a régi bírt. Én szerintem azt a régi kerítést fel lehetett volna újítani, és akkor sok pénzt lehetett volna spórolni. Úgyhogy vannak olyan dolgok, amit nem kellene szétszedni pénzért, hogy újból fölépítsük. Például a járda javítások. Azok a járdák görbék, lukacsosak, de csak egy oldalsó szélt kellene építeni, és arra a régi járdára lehetne feltenni zámockadlasbat, kicsit megemelni is. Föltölteni földet, úgyhogy nem kell. Itt is lehet nagyon sok mindent spórolni, bizonyos javításoknál. És transzparensen kell szétosztani a munkát. Ennyi? Van még ideje? Lukovics Tamás úr? Hát ugye az volt a kérdés, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni a városvezetést, mint olyat. Hát elsősorban abban látom a megoldást, hogy azt hiszem, hogy nekem jelez. Abban látom a város hatékonyságát megoldani a kérdésnek, hogy emeljük a szervezeti kultúrát. Ez most egy érdekes téma, mert ezt úgy lehet megoldani, hogy a városnak a mindenkori vezetése, a közvetlen vezetése, annak megvan az integritása. Magyarul lefordítva, hogy azt teszi, amit mond. Ugyanakkor a másik fontos dolog az, hogy meghatározni azt a célrendszert, amit minden a városi hivatalban dolgozó ember követni tud, és le van bontva a saját munkaterületére. Ez azért fontos, mert akkor pontosan és hatékonnyá tudjuk tenni az egész városvezetésnek a munkáját. Ez vonatkozik a város tulajdonában lévő cégekre is ugyanúgy. Na most, ha egy vállalat, vagy egy cég, vagy egy állami hivatal, de akár egy önkormányzat is, ha megfelelően is jól működik, azonnal költségeket takarít meg. Ez egyenes válasz egyébként arra, amit kérdezett. De természetesen itt nagyon fontos az, hogy az a célrendszer, amit mi itt felállítunk a városnak, illetve a városlakóknak hosszú távon, rövid távon, esetleg középtávon, hogy az összhangban legyen az egyetemes céljainak a várossal. És ha ezt elérjük, akkor lépésről lépésre meg is fogjuk tudni valósítani ezeket a terveket. Mindent nem, de sok mindent igen. Köszönöm szépen. Polgármester úr? Hát én jedno z tých najlepších krokov považujem, keď cudzie peniaze sú použité na stavanie rôzne investície v meste. Jeden taký krásny príklad je presne tá Nánanská cesta. 1 600 000, ak sa nemýlim, taká je zmluva. A bude to slúžiť Štúrovčanom. Vrátanie cyklociest, vrátanie tej križovatky a podobne. Taktiež, keď zostaneme pri Nánanskej ceste, pod cestou prebieha kompletná rekonštrukcia vodovodu. Tento vodovod slúži Štúrovčanom. 430 000 eur do toho vkladá Západoslovenská vodárenská spoločnosť. To sú tie najlepšie
úspory. Lebo vieme, pamätáte si, že jeden čas mesto zvažovalo, či nespraví nánaskú cestu z vlastných peňazí, z nejakého vlastného úveru alebo podobne. Bolo to dávno, neviem detaily okolo toho. Takže toto je jedna vec, ísť týmto smerom a v podstate šporíme mestské peniaze. Druhá oblasť, kde tiež vznikne možnosť a aj to aplikujeme, neviem, do akej miery viete, ale mesto nie je platcom DPH. To znamená, že keď niekto niečo urobí a vyfaktúruje na mesto, vrátane DPH, tak to DPH, tých 20% mesto si nevie uplatniť od štátu. Mesto to musí zaplatiť. A práve preto my sme začali identifikovať tie činnosti, kde zoberte, že nejaký podnikateľ spraví nejakú službu a tá služba je treba upratovacia služba. Tam je iba náklad mzdový, vyfakturuje, ale nahodí na to aj DPH. Zbytočne zaplatíme 20% DPH. Takže takéto činnosti môže mesto vlastnými kapacitami robiť. Už vôbec neopravuje fontánu, cudzia firma podobne. Vlastnými ľuďmi to robíme. Toto je jeden príklad. Prepáčte, že som prekročil. Ďakujem pekne. Köszönöm. Parkanský úr. Hát igen, hogy hatékonyabban spórolni városi pénzkiadásokat, akkor meg kellene pályázni több olyan uniós támogatást, de viszont grantokat, jobban mondva, kihasználni minden lehetőséget, hogyha fel akarunk újítani egy játszótéret, akkor itt volt példa, hogy ha ad nekünk egy vállalat lehetőséget szerezni egy játszótérre, akkor azért ne utasítsuk vissza, hanem használjuk ki ezt is. Például vannak rengeteg ilyen nagyobb KFT-k, cégek, akik kijelentenek ilyen versenyt, és lehet ezt pályázni, semmi másra nem kell, csak tényleg szavazni kitartóan, kihasználni ezt a modern technikát. Volt róla példa idén, hogy lehetséges, mindig jelentenek ki, úgyhogy ezeket vagy fel lehet használni, ezeket a grantokat kijelentenek na visszadbú zelené, vagy na rozvói sportú, amit sajnos nem sikerült megnyerni a MSO-nak, de minden ilyen kis grantokat, kis kevés pénzeket megpályázni és kihasználni ezt a lehetőséget. A másik dolog meg az, hogy spórolni. Igen, beszéltünk róla, hogy turizmust is valahogyan fel lehet lépni, akkor azt jelenti, hogy Benefisnek koncert is meg lehet csinálni, hogy a Parkánia, akik vannak itt ügyes emberek, akik például énekesek, akik szintén ezt nyáron is földobhattánk egy olyat, hogy koncertot, Benefisni koncert, és erre is valami célba felhasználni ezt a pénzt. Ennyit szeretnénk hozzámondani. Köszönöm szépen, Szalatnyai úr. Köszönöm. Hát spórolás, város, vár spórolni. Egyik út ez a DPH, amit a polgármester úr mondott. A másik dolog az, hogy nagyon régen volt itt a városi cégeknél nézávisli audit. Komplett egészet átnézni és tiszta lappal kezdeni. Én amval kezdeném, és utána rájönnénk, hogy hol folynak, LHL folynak a pénzek. Egyszerű dolog én szerintem. Tiszta lappal kezdeni, és akkor lehet felelősségre vonni a képviselőket is, meg a következő polgármestert. Ennyi. Köszönöm szépen. Már csak három kérdés van az első fordulóból. Abból is az első jön, most tehát a 13. kérdés. Miképp javítana ön az idősek és a szociálisan hátrányos helyzetű, tehát a szegényebb lakosok helyzetén? Idősek és szegények. Tessék parancsolni, Nagy Károly. Nagyon örülök az időseknek, hogy még itt vannak velünk. De nagyon sok idős nem tud a lakásából se kijönni. Vagy beteg, vagy bevásárlás gond neki. Én nekem a terveim közé tartozik, hogy ilyen szolgáltatást nyújtani, hogy bevásárolni nekik, orvosságért menni, és olyan idősek, akik 75-80 év fölött, ez egyéni, ha pénzleg nem tud kijönni, ingyen ebédet osztani nekik 5 napon keresztül minden héten. Mert vannak, akik megérdemlik, és nem tudnak erre pénzt félretenni. Elég nekik kifizetni a lakást. Szóval strašne by som chcel pomôcť starým ľuďom, buď
zadarmo im dať obed 5 dní v týždni, ktorí sú na to odkázaní a ktorým robí ťažkosti chodiť aj do obchodu alebo k doktorovi, tak im zabezpečiť zadarmo nákupy chleba alebo takéchto veci. Ďakujem. Ďakujem, köszönöm. Lukovič Tamás úr. Köszönöm. Hát egyet lehet azzal érteni, hogy a rászorulóknak, akik esetleg mozgásképtelenek, azoknak valamilyen módon segíteni szolgáltatással, és ezt megtámogatni, hogy megkapják az ebédjüket, vacsorájukat. De ugyanakkor a mozgássérülteknek például akadálymentesíteni a hivatalokat, vagy tehát minden épületet, amennyiben arra ráhatással lehetünk. Ez nagyon fontos. Az időseknek pedig, hát valahogy én úgy tapasztaltam az emberektől, hogy talán igény lenne egy napközire, mondjuk az időseknek egy napközire, hogy eltöltik ott az idejüket, elbeszélgetnek, aki még képes hazamenni és aludni ott. Aki nem, hát azt esetileg megoldani. Azért véleményem szerint egy ilyen idősek otthona, egy idősek napközie, ahol étkeztetnék is őket, megoldható lenne hosszú, rövid távon is. Az akadálymentesítés az nagyon fontos dolog. A teljesen hontalan rászorulókra pedig meg valamilyen módon segíteni az étkeztetéssel, a fedél megoldással, főleg téli hónapokban. Tehát erre mindenféle emberek vagyunk, segíteni kell az embereket. A lecsúszott embereknek nagyon kell a segítség, mert önmaguktól nem tudnak felállni. És ez egy emberi gesztus lenne tőlünk, hogy feléjük nyújtjuk a karunkat. Köszönöm szépen. Szabó polgármester úr. Köszönöm. Hát elsősorban ugye vannak itt meglévő szolgáltatások, például az idősgondozás, ez az Opatrovatyelszká szlusba. Itt jelen pillanatban a város 13 főt alkalmaz, és ezek napi szinten, különböző intervallumokban, ahogyan kinél ez az igény meg van állapítva, ezt úgy végzik. Most tudni kell azt, hogy ugye mi szeretnénk egy kicsit ezt erősíteni olyan formában, hogy jelen pillanatban van beadva egy kérvény dotációra, amely segítené a bérköltségeket, tehát tehermentesítene bennünket a bérköltségek, ezt ugye részét tudjuk juttatni, nekik tehát az idősek gondozás egy kicsit motiváltabb módon menne. Például nem tudom, hogy tudják-e, de az iskola étterem a szabad kapacitását arra használja ki, hogy nyugdíjasok számára főz. Nyugdíjasok vagy személyesen járnak ezért az ebédért, vagy pedig a gondozó szolgálatból két személy kiletiskolázva arra, hogy személyautóval hordja szét ezeket az ebédeket az olyan rászorulók számára, akik nem tudnak elmenni ezért az ebédért. Nagyon szerintem jutányos körülmények között. Itt annyit tudok mondani, egy jelen pillanatban be van adva egy kérvény arra, hogy erre a szolgáltatásra egy új elektromobilt kapjunk. Jelen pillanatban egy ócska, nagyon régi, nagyon vérző régi rendőrautót használunk. Nyugdíjas klub, itt ugye említettem, hogy megvettük az épületet, tavaly már a tetőt megjavítottuk, tovább szeretnénk ott a körülményeket javítani arra, hogy megfelelően szolgáljon az időskorúakra. Abszolút egyetértek, hogy napköziszerű szolgáltatás abszentál a városban. És az utolsó, hogy lakásokat szeretnénk építeni, olcsóakat, amelyeket idős hölgyek is, vagy idős emberek is igénybe tudnak venni. Norbert Parkanski. Az idősekről, ha beszélünk, igaz, hogy van ez a nyugdíjas klub, nem akkor különösen meglátogatni, amikor kampány van, hanem tényleg elmenni hozzá utánuk, és kérdezni tőlük, hogy mi a gond, mivel lehetne támogatni. A másik dolog van, a lehetőség, hogy szociálni taxi ki más városban, az úgy működik, hogy nincs rá, aki nem tudnak elmenni autóval, vagy nem tudnak, hogy akkor ezeket is kihasználni, belevonni ezeket a vállalkozókat, hogy együttműködjön a várossal, és támogassuk az idősebbeket, főleg ez a bíbaronya, amiről szeretnél, nagyon is jó megoldás volna, hogy minden, ami ki van használva,
hogy elmentette a Szabó úr a iskolába. A másik dolog, CVC-vel is lehetne együttműködni a nyugdíjasoknak, tényleg segíteni oktatásba őket a modern technológiára, és főleg itt a most már szigetünk a biztonságról, jobban kioktatni a nyugdíjasokat, azokra nem elég csak kifüzgeszteni a városházára egy olyat, hogy vigyázzanak, mert a idősebbekre jobban hatnak ezek a átverők, akik eljönnek és pénzt akarnak külük kihúzni. Ezek is nagyon fontos, hogy oktatni őket, és sőt, olyan preventív rendőrséggel tényleg leülni ebbe a kultúrházba is, vagy elmenni a öreg otthonba, hogy elmondani nekik, hogy erre vigyázzatok, és ő kihasználni a városi újságot is arra is, hogy tényleg sokan nem is tudják, hogyha valami baj van, kit kell hívni. Úgyhogy ezeket főleg a biztonságra is oda kell figyelnie a nyugdíjasoknak, úgyhogy ezen az úton is kellene haladni. Köszönöm szépen. Szalatnyai úr? Köszönöm. Úgy, ahogy volt itt mondta, két nyugdíjas klub működik, ezt hiszem Párkánban. Egyikben múltkor voltam, azt mondták, hogy 180 tagja van, hát leják a lappa előttük, nagyon aktívak, és mondom, leják a lappa előttük. A városi hivatalon működik egy oddelenje szociálni. Én úgy gondolom, hogy eléget csinálnak a nyugdíjasok, és mindig lehet javítani, biztosan mindig lehet följebb vinni a szinteket. Azok a olcsó ebédek a iskolában, nagyon jó dolgok, doszka is működik. Nem szabad elfeledkezni a hajléktalanoknak, ami télen működik, azt hiszem 8 személy aludhatott éjjel, csak ott az egy gond, hogy nem lehet, hogy alkoholt fogyasztjanak. Azért néha majdnem tiszta üres is, én tavaly voltam megnézni. Inkább kint alusznak, csak legyen mit inni. Ez a igazság. Biztos, hogy jövőre nézel, de nagyon jó felé megy a város ebbe a staroszlivozós társaság spoluobcsanok. Akárhányszor jön dotációra, mindenféle akciókra, tudják a hölgyek, küldik, megvan szavazza, és aktívan élnek ebbe a városban nyugdíjasok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Utolsó előtti kérdés ebben a fordulóban. Milyen lehetséges beruházásokat, fejlesztéseket tart kívánatosnak ön a városban, idegen tőkéből, magánberuházóktól, magánbefektetőktől? Tessék parancsolni, Nagy Károly. Hát elsősorban a városnak mindenképpen keresnie kellene azokat a cégeket, akiknek leányvállalataik vannak, akik ide tudnának hozni kisebb szerelőműhelyeket, vagy hát nem tudom, és ilyeneket kellene támogatni például, vagy mezőgazdaságot. Például nagyon nagy szándékom van, hogy a kis mezőgazdaság, olyan, mint nem messze tőlünk egy faluba, a melegvizet használják fel mezőgazdaságra például, vagy kertészedve, a fürdőnek a forró vizet, amit engednek ki a tóba, ma hosszú évek során nincs használva. Azt is el lehetne adni például üvegházakra, ahol virágokat vagy bármit tudnának termelni. Že by sme mohli predávať teplú vodu, čo vypúšťávame do jazera celé dlhé roky na skleníkov, kvety, rastliny, takto by sme mohli tam pestovať, alebo súkromníci, ktorí mali by o tom záujem. Ďakujem pekne, köszönöm szépen. Lukovics Tamás. Köszönöm. Itt hosszabb távon kéne gondolkodnunk. Természetesen Párkány elsősorban a turizmusra, a mezőgazdaságra, a bortermelésre, ugye, és a tiszta könnyűiparra kell, hogy építsen. És az élelmiszeriparra esetleg. Tehát ezek azok az iparágok, amikre hosszú távon lehetne építeni, és ezeket kell majd támogatnia. De menjünk egy kicsit tovább. Tehát a várost mindenféleképpen egy jó kondícióba kell hozni, hogy egyáltalán ide tudjuk csábítani a magántőkét, hogy befektessen. A magántőke a turizmusban, szállodák, akármi, mindenféle megoldás lehetséges. Egy komolyabb, nagyobb szálloda is épülhet, hiszen a hűfürdőnek van területe erre.
ezt meg kellene, erre keresni kellene a lehetőségeket, és meg kellene egyezni a jelentkezőkkel esetleg, hogy, és tárgyalni kellene ez ügyben. De még tovább megyek, ugye ez összefügg, ez egy nagyon összefüggő kérdés, és kezdeményeznünk kell például az új Dunahídnak a megépítését is, amely összekötni ugye a magyar autópályával Budapestre egészen, illetve innen Párkányból Garamszentbenedekig az R2-es autópályát. Ez nem Párkány vezetésének a kompetenciájában van természetesen, de kezdeményezheti, mint ahogy a hídnak a megépítése sem volt teljesen a Párkány kezében, mégis megvalósult. Tehát igenis, tervezzünk előre nagy dolgokat azért, hogy létrejöjjön. Most képzeljék el, hogyha létrejönne határos időn belül egy ilyen, akár csak a Dunahíd és csak a magyar autópályával lenne összekapcsolva egyenlőre. Egyébként 50-60 kilométer a szlovák részen az autópályának meg kéne, hogy épüljön. Micsoda vonzerőt jelentene ez a magántőkének, hogy ide befektessenek? Hát abban az esetben nem mi keresnénk, hanem mi válogatnánk ki, hogy ki jöhet ide, vagy ki nem jöhet ide. Köszönöm szépen, polgármester úr. V prvom rade by som to rozdelil na také tri skupiny. Jednu skupinu vidím tú, ktorú tvoria štátne firmy. Ako napríklad Slovenský vodohospodársky podnik alebo verejné prístavy. Oni vlastnia tu také nehnuteľnosti, časti alebo stavby, ktoré keď by ďalej rozvíjali, tak z toho mesto by malo určitý celkom pekný osoch. Napríklad nábrežie Dunaja, alebo aj samotná hrádza, ktorá vedie až po Hron. Tu vieme, že tu sme dostali jeden prísľub a ten prísľub, že sa vytvorí betónový pás na hrádzi a bohužiaľ sa to nesplnilo, ale zas na druhej strane ja naďalej si myslím, že sa to stane realitou v najbližšej budúcnosti a vznikne tam cyklistická cesta. Druhá skupina takýchto cudzích investícií tvoria priemyselné obchodné spoločnosti alebo logistické spoločnosti. Áno, to záleží od toho, že či je tam nejaký biznis možnosť, nejaká biznis možnosť, alebo nie je. Mesto nemá v podstate priemyselné plochy, takže veľmi ťažko to vie ovplyvniť, ale zase v spolupráci s majiteľmi, treba z priemyselného parku, alebo tak vie stimulovať. A tretiu skupinu tvoria napríklad infraštruktúrálne firmy. A v uplynulé obdobie sme videli krásne príklady. Aj keď nás to mrzelo, lebo bolo rozbombardované mesto, ale vybudovali sa kilometre optických káblov. A to bude obrovským benefitom pre každého Štúrovčana, lebo bude mať ten najsuper internet, čo existuje. Vybudovali sa nejaké nové trasy v rámci obnovy rozvodu elektrickej energie napríklad. Takže to sú tie možnosti. Ďakujem pekne, köszönöm szépen. Norbert? Meglássuk jövőre, mit fog hozni például, ha Nyitrán felépül ez a Land Rover, hogy nem fog keresni valami közelebb, mert nekünk van egy ipari park, nem nekünk, de viszont városunkban. Igen, gond van itten a autópályával, utakkal, de lehet, hogy ki tudna használni az a befektető, aki eljönne ide Párkányba a vasutat, mert adja Dunát. Úgyhogy ez a legfontosabb szerintem, hogy erre biztos vannak cégek, meglássuk, hogy mit hoz a jövő. Nehéz így megmondani előre, de viszont megvan nekünk adottság a Párkánynak, hogy mit tudna kihasználni egy jó befektető, mert szerintem ma inkább lehet, hogy költség olcsóbb lesz, hogyha ide befektet egy olyan céget, aki ad munkát a itt élő embereknek, és ki tudja használni ezt a közlekedés, például a Dunát, vagy a vasútállomást. Úgyhogy én szerintem megvan itt a adott lehetőség a KFT-knek, a cégeknek, csak meglássuk, mit hozja. Ehhez ennyit tudok mondani, hogy ez a Párkány eddig szerintem, aki eljött ide például mind a spanyol cég öntöde, ön Párkányt választotta, és tényleg nem más hova akart menni. Köszönöm szépen, Szalatnyai úr. Köszönöm. Hát mindenhol
fő kérdés a munkanélküliség. Én augusztusban elmentem a munkaügyi hivatalra, megkérdeztem, hogy a Párkányi körzetben mennyi a munkanélküliség statisztika. Azt mondták, hogy nem vezetnek Párkányi, újvári járásra vezetnek. Hát 3,1-re jött ki. Statisztika, tudjuk, hogy milyen ide-oda, legyen 1-2%. A Párkányi nem oficiális statisztika, nem egész 3%. Már most, optimálisan kell nézni, már most munkás hiány van a ipari parkban. Már most. Mostan a napokban, vagy a hetekben a szlovák kormány könnyített a más országokból való munkásoknak a munkáltatását Szlovákiába. Most, ahogy mondták itt, hogy a spanyolok jövőre bővítik egy gépsorral a termelésüket, 15 ezer tonnáról, azt hiszem 40 ezer tonnára, ott megint lesz egy 130 munkahely, 130-150 munkahely. Nagyon vigyázni kell avval, hogy ne engedjünk, hanem óvatosak legyünk ebben a nagyvállalatoktól, akik ide akarnak jönni. Nehogy ide hozzanak nekünk olyan idegen munkásokat, mint például Galántán van, nem tudom, valaki látta-e, hogy ottan tűrhetetlen a helyzet a városban. Ottan több száz, nem akarom mondani, milyen nemzetiségű munkások dolgoznak. Itt is megvan rá minden, ott a fehér, az üres. Ez van minden óvita, ugye? Úgyhogy nagyon meg kell gondolni azt, hogy milyen vállalkozást fogunk támogatni Párkányban. Azért mondom, hogy nincs itt nagy munkanélküliség. Biztos, hogy a fizetések kevesek. Az biztos, hogy a egyszerű munkásoknak, de az egész Szlovákiában. Azon kívül támogatok mindenféle olyan befektetést, ami mindenne azt kell először is nézni, mindig föltenni azt a kérdést, hogy mit hoz ez a városnak és a lakosoknak? Abból kell kiindulni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az első forduló utolsó kérdése következik. Jelenleg két választói körzet működik a városban. Ugyanakkor több ügy kapcsán is elhangzott a lakosság részéről, például legutóbb a szociális bérlakások építése kapcsán, hogy szeretnék, hogyha az önkormányzati képviselők személyes felelősséget vállalnának az egyes konkrét városrészekért, körzetekért és utcákért. Mert így szerintük hatékonyabban működne az információcsere és a visszacsatolás a képviselőtestület és a lakosság közt. Ön szerint miként lehetne ezt pozitíven megoldani? Pozitíve. Tessék parancsolni, Nagy Károly. Hát mindenképpen erre le kell ülni biztos, ezt ezen fejleszteni kell, változtatni kell, mert az nem megfelelő, nem jó, hogyha a képviselő kettes körzetben van például jelöltetve, és az egyes belakik. De nekem van egy, ha én lennék a polgármester, akkor volna egy olyan tervem, hogy minden egyes képviselőnek adnak egy kis noteszt, egy tollat, és körbejárja a lakosait, akit őt választották, és megkérdezi, hogy mi a problémája, mit szeretne javítani, és a gyűléseken szépen felolvasnák, és a város az embereknek a akaratát hozna döntésbe. És így lehetne az embereken segíteni. Mindegyes körzetnél, mindegyes képviselő tudna a saját emberét, az embereket ottan így képviselni. Ennyi? És egy poszlovenszki. Chcel by som to povedať, že to není pekné, že niektorí ľudia sú v druhom okresku hlasova, ako sú na listine a bývajú v prvom okresku. To by som chcel určite zmeniť, ale to potrebuje dlhú debatu, ale dalo by sa to urobiť. A chcel by som, povedzme, keby som bol primátorom, tak chcel by som každému dať zošit, aj pero, a aby chodili medzi ľuďmi, ktorí ich volili, aby sa opýtali, že čo ich trápi, aké problémy majú. A oni potom na tých schôdzach nerozprávali. Neviem čo, ja som tam v živote ešte nebol. A aby sme vedeli, že aké problémy sú v meste. A potom by sme mohli všetko riešiť krásne a pekne. Ďakujem. Pán Lukovič Tamás úr. Hát értelmesnek tűnik a kérdés felvetése, hogy azok a képviselők, akik az adott városkörzethöz tartoznak, vagy városkörzetben laknak, hogy azokat az embereket képviseljék. Valóban ezt át kellene tárgyalni a képviselőtestületnek, illetve a fórumokon a lakosságnak. Nem tudok ehhez most bővebben hozzáfűzni, viszont azt el szeretném mondani, hogy ugye a
polgármester, az, annak vannak fogadó órái a lakossággal szemben, ahol a lakosok elmondhatják panaszaikat, észrevételeiket, ötleteiket. Én beszéltem az MKP-s képviselőtársaimmal, és megtárgyaltuk, illetve felvetették azt a javaslatot, hogy ők hajlandók lennének esetleg képviselőként fogadóórákat tartani, mondjuk havonta egyszer, ahol a lakosok elmondhatnák panaszaikat, észrevételeiket, ötleteiket, és én, mint polgármester biztos, hogy biztosítanák nekik erre a városi hivatalban egy megfelelő helyiséget, ahol ezt gyakorolhatnák. Esetleg más képviselők is csatlakozhatnak a dologhoz, ha érdekelve érzik magukat ebben az ügyben. Köszönöm szépen. Polgármester úr? Elsősorban tudatosítani kell azt, hogy van itt egy választói törvény, valóbbi zákon. Nagyon pontosan megmondja, hogy hogy is van ez szétírva, tehát ki jelentkezhet, milyen körzetben, és így tovább. Itt nincs lehetőség egyezkedésre. Ez úgy van, ahogy a törvény előírja. Másik dolog. A polgármester nem főnöke a képviselőknek. Tehát a polgármester nem ad nekik ceruzát, nem küldi őket ide, oda, amoda, képviselő, önállóan volt választva. Harmadik dolog. Nagyon-nagyon jó ötletnek tartom azt, hogy a város föl legyen zónákra bontva, és függetlenül attól, hogy milyen a választás. Legyen 15 zóna, és minden egyes zónának legyen egy képviselője, úgymond gazdája. Nagyon jónak találom, de viszont ezt az új testületnek kell egymás között megegyeznie. Következő dolog. Nagyon sajnálom, hogy az MKP-s képviselőknek csak a kampány idejében jut eszükbe ez a fogadóórás dolog. 3 évvel ezelőtt volt egy munkaértekezletünk, ahol ezt föl is javasoltam, természetesen nem kapott pozitív reakciót. Talán ennyi. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Parkanszky úr? Hát igen, mert nem most kampánykor kell csinálni ezeket a lakossági fórumokat, hanem gyakrabban. Ne felejtsük el, hogy a választással, ha megválasztják azt a képviselőt vagy a polgármestert, bizalmat kap a szavazattal, és ebben visszajönni kicsit egyszer volna csak lehetősége, utána meg eljátsza a képviselő. A képviselőnek külön járni az emberek közé, nem az embereknek a képviselőhöz. A másik dolog, igen, legyen nyitott napok a polgármesternek a irodájában, hogy jöjjenek el személyesen, ottan beszélgessék meg a problémákat, mint például emlékszik rá a Szabó úr, hogy voltunk ottan személyesen, amikor volt ez a Kossuth-tavan probléma a zenélőházzal is. Úgyhogy mindig nyitott legyen ez az ajtó a lakosságnak a városháza felé. A másik dolog, még használjuk ki a lehetőséget, a mobil applikációt, az azt jelenti, hogy ma létezik egy olyan program, Lepsi Mesto, vagy Krasi Mesto, ami egy mobil applikáció, amit le lehet tölteni, máma mindenki tudja ezt használni, az okostelefont, és ha lát egy valami problémát a városba, nyugodtan lefényképezheti, elküldheti azt a képet, vagy valami podnyit azon keresztül applikációval adhat a városháza felé, és azt feldolgozza a városháza, és időn belül rövid úton visszakapja ezt a választ, hogy igen, foglalkozunk vele, és megkaphassa azt is, hogy igen, el lett az a probléma törülve, hogy meg lett oldva. Úgyhogy vannak itt lehetőségek, de ki kell használni az összes technológiát. Köszönöm szépen. Tehát most már az internetre, meg a modern világra is célzott ezzel a jelölt úr. Szalatnyai úr, tessék parancsolat. Köszönöm szépen. Karcsi, inkább tabletot, most már notész, az már öreg, hogyha így. Fogadóóra, képviselő fogadóóra már volt. Beszéltem azokkal a képviselőkkel, akik ezt praktizálták, egyik itt ül közöttünk is, azt mondta, hogy 2-3 órát ült, nem jelentkezett senki nála. Ez a prax. Én szerintem sokkal több információt tudunk a utcán szerezni emberektől, hogy kijárunk közeljük, beszélgetünk. Másik dolog, én ezt akartam felhozni, hogy a 15 képviselőnek felosztani a várost. Ez egyszerű és nagyszerű. És akkor a lakosok fogják tudni, hogy ez a 5 utca lakos forduljon a Szalatnyai Gábor képviselő úrhoz és intézi a dolgait.
Ennyi, ez olyan egyszerű, ezt komolyan mondom, fel akartam én is hozni, mert sokan fordulnak nem csak hozzá másik képviselő, és azt kérdem, te melyik volébni obvod vagy? Egyes, kettes, engem nem érdekel, hogy ki melyik volébni obvodból van, csak mondom, kire szavaztál vagy, hogy nem tudja. No, így konkrétan meg volna mondva, hogy mellék utcákhoz mellék képviselő tartozik, és mellék képviselő tartozik, lehet számon kérni mellék képviselőt. Ennyi, számon kérni szó szerint. Én, aki 4 év alatt volt utánam, és valamit fölhozott, hogy segítsek, vagy oldjuk meg ezt, én mindenkinek a szemébe tudok nézni, minden meg lehet oldani, én azt mondom. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pányi, gyakorlom már mi pekne. Köszönöm szépen, kezdődik a második forduló. Ebben a fordulóban, ahogy az elején említettem a televíziós kerekasztalnak, itt most önöké lesz a terep. Minden polgármester jelölt a többiektől kérdezhet egyetlen kérdést. A válaszadási idő ugyanúgy a válaszolónak 2 perce áll rendelkezésére, és ugyanúgy a sorrend most is érvényes. Tehát először Nagy Károly úr fog kérdezni, ő bármit kérdezhet, de sorrendbe megyünk, tehát először Lukovics úrtól fog kérdezni, utána ő válaszol rá, utána Szabó úrtól fog kérdezni, Parkanszki úrtól és a Szalatnyai úrtól, és ők ilyen sorrendben válaszolni fognak, hogy mit kérdez az az ön dolga, 2 perc a válaszadási idő, tessék parancsolni. Elnézést, még annyi, legyenek kérem tárgyszerűek és higgadtak. Ha személyeskedésbe fordul, akkor megvan az a jogom, mint műsorvezetőnek, hogy ne adj Isten, ha személyeskedésbe fordulna nagyon durván, akkor leállítanám, de gondolom ilyesmi nem lesz. Tessék parancsolni. Nagyon szépen köszönöm a kérését, de én nem akarok senkinek se feladni kérdést. Köszönöm szépen. Ezzel rövidült az időnk. De ugyanarra az egy kérdésre bárkihez, Lukovics úrnak is itt most is szintén megvan a joga. Arra kérem Lukovics Tamást, hogy szintén itt sorrendben, tehát először Nagy úrtól kérdezzen, aztán az öntől ott ülőkre. Nagy úrtól nem fogok kérdezni semmit. Viszont Szabó úrtól szeretnék kérdezni. Megnéztem a videóját a Párkányi TV-ben, és ott nehezményezi a hivatal, illetve a polgármester úr viszonyát a testülettel, a munkát. Hát egy szimfonikus zenekarhoz hasonlította, ahol ő a karmester, és a testület lenne a zenész társulat. Egy ilyen fölállás viszont alá fölé rendelt viszonyt ad. Tudomásom szerint pedig a városvezetés, illetve a polgármester és a testület között egyenrangú viszony van, tehát ez nem alá fölé rendelt viszony. Ennek ellenére szeretném azt kérdezni a polgármester úrtól, hogy képzeli ezt megvalósítani a munkában, a jövőben, hogyha ezt nehezményezi, ezt a felállást. Tessék parancsolni, polgármester úr. 2 perc. Köszönöm szépen. Hát én mindenképpen javasolom Lukovics úrnak, hogy nézze meg még egyszer tüzetesen azt a videót, mert attól félek, hogy nagyon kutyafuttában nézte. Ez abszolút nem így van. Én igaz, hogy egy szimfonikus zenekarhoz hasonlítottam, de nem tettem magamat karmesteri pozícióba. Tehát ahhoz hasonlítottam, hogy úgy a 15 képviselő és az egy polgármester, ez úgy együttesen együttműködésre van ítélve. És ez úgy működik, mint egy szimfonikus zenekar. És az csak akkor működik jó, ha mind a 16, annak ellenére, hogy mind a 16 fantasztikus zenész, de az mellett az összhangnak kell, hogy beálljon közöttük. Tehát az összhangról beszélek, és
csak akkor fog működni ez a szimfonikus zenekar. Tehát senkit nem állítottam karmesteri pozícióba. Nyilvánvaló, hogy ismerem a törvényt, és a törvény egy szintre teszi a képviselőtestületet és a polgármestert. Azzal a különbséggel, hogy a törvény nagyon pontosan megmondja, hogy mi tartozik polgármesteri jogkörbe, és mi tartozik képviselő jogkörbe. És ez egyértelműen szét van osztva. Tehát nem egyik a másiknak főnöke, vagy pedig alárendeltje. Tehát az együttműködés igenis azon múlik, hogy egymást tisztelve, egymást segítve a város érdekében haladjanak előre. Köszönöm szépen. Annyit még azért megegyeznék mindenkinek, hogy kommentálni kommentálhatja, de csak nagyon röviden. Visszakérdezni nem szabad, mert azt a szabály már nem engedi meg. Tehát megkaptuk a választ. Lukovics úr tovább folytathatja, esetleg kérdezheti a többieket. Tessék parancsolni. Köszönöm a választ. Nincs több kérdésem. Köszönöm szépen. Akkor haladunk tovább. Polgármester úr, mint aki sorrendben a kisorsolt harmadik, most ön kérdezhet mindenkitől, tehát a jelöltektől egy-egy kérdést. Köszönöm szépen. Nagy úrtól szeretném megkérdezni, hogy milyen nyári programbővítést eszközölne annak érdekében, hogy még színesebb és jobb és érdekesebb legyen a programkínálat Párkányban. 2 perc. Hát például a környékben nagyon sok, ahogy itt említették, jó borász van, lehetne egy szép borfesztivált szervezni. A turistáknak majdnem a 70%-a cseh, a csehek pedig szeretik nagyon a sört. Egy sörfesztivál, sörsátort nyugodtan lehetne a 2 hónapba beiktatni. És ilyenkor lehetne például cseh country zenét is idehozatni, de ez nem, hogy is mondjam, nem is a polgármesternek a feladata, hanem egy a kultúrház és a szórakozásnak, a felelősének, hogy egy bizonyos kereten belül tudjon mozogni. És akkor ő rajta függön, egy fiatal, aki tele van elánnal, és szeretne sok jót csinálni Párkányért. Köszönöm szépen. Polgármester úr, tessék, lehet folytatni. Köszönöm szépen. Lukovics úrtól szeretném megkérdezni, hogy az imént említette, hogy a hulladék égetővel kapcsolatban itt egy komoly petíció volt összehozva 8000 aláírással, vagy valahogy így, hogy tudna-e bennünket informálni, hogy hová kerültek ezek az aláírt szelvények, illetve hát ugye tudjuk, hogy a petíciót az törvényből kifolyólag egy bizonyos eljárással el kell intézni, tehát ahová ez eljutott ez a petíció, mert én a városi hivatalban nem találkoztam vele, ott az a szerv hogyan járt el e petíció kérdésében, hogyha tudna bennünket informálni? Erre nincs erre vonatkozó információ, erre nem tudok ennek válaszolni. Jó, én csak hozzáteszem, hogy gondolom, hogy a Környezetvédelmi Minisztériumba került, és a Környezetvédelmi Minisztérium úgy járt el, hogy a petíció nem megalapozott ebben a fázisban. Köszönöm szépen. Erről nekem nincs információ, nem tudom, hogy kinek van. Egyébként az interneten található meg ez az információ. Következő kérdésem Párkányi úr felé mehet. Azt szeretném megkérdezni, hogy ugye mindannyiunknál fontos az iskola ügy. Párkányban ugye van 2 komoly nagy alapiskola, több iskolai intézmény, és nagyon komoly pénzek kerülnek átutalásra az állami szférából a városhoz, és a város ebből finanszírozza az iskolai intézményeket. Nagyjából több mint 3,5 millió az a csomag, amely ugye így bekerül a várostól az iskola ügy felé. Sőt, a város úgy áll hozzá jelen pillanatban, hogy ilyen 100-150 ezer eurót a saját zsebéből is, hogy úgymond hozzátesz az iskolai intézményekhez, hogy ha a polgármester lesz, ezt a kérdést hogyan
fogja megítélni hasonlóan, esetleg emeli ezt a város általi dotációt, vagy pedig azt mondja, hogy szükséges ez a járdákra, közterületekre, játszóterekre, és inkább vonjuk le csak arra a szintre, amely juttatás jön az államtól. A válaszom egyszerű, biztos, hogy támogatni kell a városnak a itt élőket, és főleg a iskolákat, és tényleg bevonni ezeket a iskolákat, például, hogy említette, a közterület tisztítására is, fő brigádokkal tanítsuk ezeket a gyerekeket tényleg a rendre. A másik dolog, amikor én jártam ide ipari iskolába, a ucsistjére, akkor emlékszek rá, amikor bejöttek hozzánk a városi hivatalból, jobban mondta iskolába, hogy a kerékbilincseket kezdjünk gyártani, amivel lehet mondani, segítette valahogyan a szaki középiskola ezeket a vagy a városi rendőrséget, de ez véget én biztos, hogy behoznám, hogy vannak problémák a PET flasé, azok a hulladék szelektálással, hogy sokan kidobják a műanyag üveget a tele, hogy ezek ilyen, inkább most felkeresni megint a szakiskolát, hogy ezeket a összenyomó berendezés lehetne legyártani kukákhoz, hogy ne fölösleges csak levegőt hordjunk el a hulladék a kukával. Vagy a szemétautóval, így. De biztos, hogy támogatnám tovább a iskolákat, és ha szükség van, látom rajta, akkor biztos ugyanúgy külön fiatalokba investálni. Köszönöm szépen. Következő kérdésem Szalatnyai úr felé. Ugye említette, hogy a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége tavaly elérte a 21%-ot. Két évvel ezelőtt ez mindössze 4% volt, tehát meg ötszöröztük az elmúlt 2-3 évben. Viszont a célok sokkal magasabbak. Hogy látja ön, milyen módon szeretné ennek a szelektív hulladékgyűjtésnek az arányát emelni, és mondjuk én 2020-ra ezt az értéket hol látja, mi a célja, hogy mekkora legyen ez az érték? Köszönöm a kérdést. Hogyan javítsuk ezt áránt? Sűrűbben elhordani a szelektív szemetet. Avval kezdem, ahogy mondtam, egy hete ott vannak a üvegek a gyűjtőedény mellett. Példát mondok, sűrűbben elhordani, több összegyűlik. Hát biztos, hogy a szelektív hulladás gyűjtésben 90% a lakosok a fő tényező. Nekünk kell arra a szintre jönni, hogy szelektálunk. 2020-ra, az mennyi az két év, 21, hát legyek optimista, legyen 35-40%. Én úgy, ahogy veszem a évek, ahogy nyől a magyar mondta, uvedomelosznása, akkor úgy. Mondom, nekem is úgy, ahogy a többen mondták itt szívem, ugye a szemét, mert tudjuk, hogyha turisták vagy mink és gyerekekkel megyünk, ha megyek munkába reggel és a rakás szemét mellett kell elmenem, az már rossz nap kezdődik nekem, úgyhogy ez a válaszom. Én is köszönöm. A soron következő jelölt Barkanszky Norbert. Most Barkanszky úr kérdezhet mindenkitől, bárkitől egy-egy kérdést, akitől persze természetesen óhajt. Tessék. Jó, remélem érthető leszek. Szabó úrtól szeretnék kérdezni, hogy 2017-ben volt lehetőségünk megpályázni ezt a projektot a Lidl-től. Akkor miért nem látta tavaly lehetőség, vagy nem bízott-e az emberekbe, hogy képesek rá megnyerni ezt a játszóteret? Úgyhogy ez a kérdésem. Jó, tehát elsősorban 2015 volt az első év, amikor be lehetett jelentkezni. Nagyon nagy volt a fellángolás bennem, bejelentkeztünk. Az eredmény kérem az volt, hogy 8000 szavazat gyűlt össze. Tehát nagyon-nagyon kevés, és én nagyon-nagyon csalódott voltam. Nem sikerült, tehát úgy éreztem, hogy a város nem érdekli ez az egész, és nem is beszélve arról, hogy nagyon csalódott voltam a Lidl hozzáállásától is, mert
ugye szavaztunk, és egyszerre volt olyan város, akinek meg 10-szereződött a szavazata egyik napról a másikra. Én úgy gondoltam, hogy nem kellően transzparens ez az egész, és én nem akartam nem fér játékkal ráültetni egy szoftver specialistát, aki kifejleszt egy programot, és másnapra meg 10-szerezi a szavazatok számát. Tehát csalódott voltam több szempontból is. Következő évben újra megkaptuk ezt a kérvényt, és megkérdeztem a Lidl-től, hogy van-e valami változás, hogy nincs. Akkor azt mondtam, hogy lakosok nem akarják, Lidl nem garantálja azt, hogy igazán ez abszolút transzparens legyen, és nem jelentkeztünk be. Na most ez nagyon-nagyon komoly támadási felület volt, tehát ez 16-ban volt, és ilyen kisebb cirkusz volt ugye a testületen keretén belül is. Na jó, nyilvánvaló, a következő évben, pardon nélkül bejelentkeztünk, volt viszont egy hatalmas nagy előnye. Már mindenki tudott róla, és mindenki várta. Az eredmény az lett, hogy minden idők legtöbb szavazatát Párkány érte el. A véletlen műve, nyilvánvaló, a véletlen műve az, hogy ilyen formában, ilyen nagy, széles érdeklődést mutattak az emberek, és le a kalappal mindenki előtt, mert nagyon sokan, nagyon sokat tettek, tudom, hogy az egész családot bekötötték, bekapcsolták, sőt, talán Szlovákia legmesszebbi szögletébe is. Úgyhogy ez volt a helyzet. Csak kommentálni nagyon röviden. 2016-ban volt az első projekt, másik dolog még... 15 végén jelentkeztünk, 16-ban kellett. Ez. Köszönöm a választ. Szalatnyi úrtól szeretném megkérdezni. Tudtam, a 8 éve képviselő. Négy éve, és nagyon jó meglátásai vannak, ahogy mostan mondta, mint képviselő, mi nem hozott föl, mert említette, hogy vannak tapasztalatai és kapcsolatai, hogy az a város fellendüljön, hogy most találta meg azt a ikletet, hogy most tudna tényleg nagyon fellendíteni ezt a várost. Hogy eddig, mint képviselő, miért nem hozta ezeket fel? 2 perc áll rendelkezésre. Esik. Köszönöm a kérdést. Hát, jó kérdés. Én tudtam szerint még ték maguk fogják megítélni, hogy milyen voltam, mint képviselő. Én nem fogom mondani, hogy jó voltam, rossz voltam. Az összes dolog, ami a várossal kapcsolatos jó dolog, rossz dolog, nekem a legfőbb büszkeségem az, mint a 15 képviselő, hát nekem az, hogy 4 év alatt, ahogy ott voltam, a város mindig pluszba zárult. Az nem csak a polgármester, nem csak a hivatal, hanem a képviselőknek a plusza is, hogy olyan döntéseket hoztunk, ami ezt a város nem hozta adósságba. Az én döntéseim között ott volt a spanyolok, ott volt a wellness, ott volt a összes investíció, ami volt. Én most amiről beszélek, arról beszélek, hogy mit csinálnánk, mint polgármester. Most... Azt hiszem, 2 vagyunk, akik indulunk úgy, hogy polgármester is, meg képviselőjelölt is. Ha nem leszek megválasztva, folytatom, mint képviselő. Úgy, ahogy a polgármester mondta, együttműködés nélkül nincs munka. Polgármester, képviselők, hivatal. Mondom még egyszer, én, amiket akartam ebbe a választási idénybe, nagyon nagy, sok, 80%-ra mindent nem lehetett teljesíteni, mert konszenzus kellett hozni, meg minden a tárgyalások alapján működik, a egyeztetés alapján ez a politika. Mondom, én mindenkinek a szemébe tudok nézni a 4 év utolsó munkám, amit csináltam a lakosság javára. Köszönöm. Köszönöm szépen, és haladunk tovább, hogy aztán már lassan az adás végén leszünk, de még ugye nem. Szalatnyai úr kérdezhet az összes többi jelenlévő jelöltől 1 kérdést. Én erőt, egészséget szeretném kívánni összes minden így jelöltnek. Köszönöm, nem kérdezek senkitől. Nagyszerű. Mármint, hogy olyan szempontból, hogy haladhatunk tovább. Kedves nézőink, úgymond a technikailag a legkönnyebb rész következik, és a legrövidebb. Egyébként a záróforduló, a harmadik forduló, ebben ugye
a kisorsolt sorrendben a polgármester jelölt urak szólhatnak egyenest önökhöz, tévénézőkhöz, illetve Párkányi választópolgárokhoz. Amennyiben a kolléga igen, fölkészült, Nagy Károly úr egy perce következik, tessék parancsolni. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak engem. Nem hittem, hogy idáig jutok, és remélem tovább is jutok. Csak annyit szeretnék, hogy november 10-én mindenki menjen szavazni, és hallgasson a szívére. Iba tak sem povedať, že ďakujem pekne, že ste ma vypočuli. Som rád, že som až sem prišiel, sem som dotiahol. A že 10. novembra nech ide každý voliť a nech volí podľa srdiečka. Ďakujem. Lukovič Tamás úr, az MKP polgármester jelöltje, tessék parancsolni. Köszönöm én is, hogy meghallgattak. Hát igen, én az MKP polgármester jelöltje vagyok, és egy ilyen csapattal mögöttem szeretném megvalósítani 4 sarkalatos pontban megfogalmazva a következő tervet. Nem kérünk a szemétégetőből, szeretnénk egy tiszta várost. Szeretnénk a várost egy olyan stratégiai alapra helyezni, mint például a turizmus, a mezőgazdaság, a borászat, vagy pedig a tiszta könnyűipar. Szeretném, ha a város vezetése az egy jól működő, olajozott szerkezetként működne, egy vállalkozóbarát és polgárbarát szellemben. És szeretném, hogyha a városunkat folyamatosan szebbé és otthonosabbá tudnánk tenni az itt lakó emberek számára, de a következő nemzedéknek is. Köszönöm szépen. Most pedig a jelenlegi polgármester úr Szabó Jenő egy perce következik. V prvom rade ja sa chcem vrátiť, čo sa udialo pred 4 rokmi. Bolo to obrovské víťazstvo nás všetkých. Ako vtedy, aj teraz ďakujem za tú obrovskú dôveru a pre mňa to bolo velikánskym záväzkom, aby som svoju prácu robil svedomite a poctivo. Mindenkinek nagyon szeretném megköszönni azt a 4 évvel ezelőtti bizalmat, amit kaptam. Ez egy nagy kötelezettséget jelentett számomra, és maximálisan elkövettem mindent, hogy felelősségteljesen töltsem be ezt a pozíciót. Most elértünk egy újabb fázishoz. Szükséges az, hogy a testületet egyként lássák. Nem egymást őrizzük, hanem egyként, hogy ez a város igazán előre tudjon haladni. Kérem, így válasszanak. Köszönöm szépen, Norbert Párkányi úr. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy így is kapok lehetőséget hozzászólni a választópolgárokhoz. Én csak annyit tudom mondani, hogy minél többen jöjjünk el szavazni, hiszen a jövőnkről beszélünk. Együtt alkossuk a várost, hogy merre haladjon. Mert nem csak turista város vagyunk, hanem ez a otthonunk. És nem mindegy, hogy merre tényleg folyamatban fogunk haladni. Ez véget megkérem, adjanak lehetőséget, és olyan csapatot állítsanak össze a nép, hogy tényleg egymást nézzük, és ne azt nézzük, hogy most egyik jobbra, vagy másikban, hanem közös erővel előbbre tudjuk vinni ezt a várost. Köszönöm. Köszönöm szépen, és végül úgymond övé lett mégiscsak a zárszó, egy percben Szalatnyai Gábor úr, tessék parancsol. Köszönöm szépen. Sokan kérdezték, miért indulok, mint polgármester jelölt. Úgy, ahogy valahol leírtam, szeretem ezt a várost egyszerűen. Ez a mi városunk, a Párkány. Úgy érzem, hogy 8 év munka a városházán, a tapasztalataim a vezető funkciókban, főleg rendőrfőnök, följogosult engem arra, hogy van mit adnom még ennek a városnak. És van itt annyi barátom, támogatóim, hogy szívesen a rendelkezésükre
állok, máshol se építek is. Úgyhogy megkérném mindenkit, legyenek van kedvesek, jöjjenek el 10-én választani. Választjanak olyan polgármestert, aki 4 éven át felelősségteljesen fogja vezetni a várost, de épp úgy a képviselőköt is. Nézzük meg, mit beszélnek a képviselők. Milyen tettek vannak hátuk mögött eddig. Ha már voltak képviselők, mit csináltak, amik képviselők voltak? Például hányszor voltak a két testületi ülésen. Ilyen apróságok döntenek. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljönnek november 10-én választani. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, mivel a mi időnk is lejár és limitált, nem lehetünk itt éjfélig meg hajnalig a televíziós fölvétellel. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt. Elsősorban köszönöm a jelöltek uraknak, hogy megjelentek. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és főleg a párkányiaknak és a párkányi közönségnek, hogy ilyen szép számban eljöttek, mert ez azt jelenti, hogy még mindig érdekli igenis az embereket a közügyek, és a legfontosabb dolog, hogy a kommunális választások, hogy azok, akikre helybe szavazunk. Köszönöm szépen még egyszer, jó éjszakát kívánok mindenkinek!